Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Fifika, azaz Ficsor Zoltán. És Fifko Krisztián alias Mújó. Jó estét kívánok, meggyógyultál ezek szerint. Meg, és remélem, hogy aki a podcast találkozón rám ragasztott az influenzáját, már ő is jobban van, bárki is legyen az. Meggyőződésed, hogy ott kaptad el? Hát figyelj, nem nagyon tettem ki a lábamot itthonról az időtájt, leszámítva a találkozót, úgyhogy szerintem igen, ott történhetett valami gigszer. Krisztián, arra emlékszel, hogy értél haza? Teljesen jól, miért? Tehát jó, csak kérdezem, mert hát ha itt a útközben történt valami. Nem, teljesen magamnál voltam. És arra is emlékszel akkor, hogy fölhívtalak, hogy Béla nem találja a szvomesztóját. Nem, erre nem. Erre nem emlékszem? Nem, mert nem történt ilyen. Ja, nem történt ilyen. Jó. Jó, Istenem. Az jó-e vagytok? Lájtoskodjunk, vagy egyből dolgozzuk fel azt a rengeteg tömeget? Nem. Lájtoskodjunk. Legyen ilyen ráérős a podcast. Jó, akkor 10 perc szendes pihenőt mindenkinek. Mindenki kap egy kis pálmát, és elfekszik. Az megvan egyébként így fejben, hogy a Phil Buszárdó már két kínai cégbe tett látogatást. Ezen így... És az megvan fejben, hogy minket meg egyhez se hívtak, pedig aztán Párásító Podcast, érzed? Bolondok ezek teljesen. Charlie, ami késik, nem múlik. Ennyi. Igen, majd ha nekünk is akkora piacunk lesz, mint... Egyszer mindenki bekopogtad a podcast ajtaján. Virtuális ajtaján természetesen. Egyszer mindenki eljön. Csak ez érted olyan furcsa, illetve nem furcsa, hanem hogy talán lehet, hogy jól mutatja itt a trendeket, és... valamelyik Facebook csoportban olvastam egy hozzászólást, hogy neki is megmond, hogy oda kell figyelni a kínaiakra. Nem a kín... Tehát belegondolsz, hogy ez mennyire apró pénz a kínainak, mert én úgy gondolnám, hogy nem Buszárdó és nem Dimitri, vagy ki a tököm, dobták össze a lóvét arra, hogy kimenjenek oda, nem azt mondták, hogy itt van két jegy, gyertek ki, csináljatok egy videót, és akkor az gyorsan megpörgeti mondjuk 20-30 ezer ember első nap. Biztos vagyok benne, hogy a Phil Buszárdónak ez a két videója, ez nem a pénzről, meg a reklámról szólt. Szerintem pont a reklámról szólt pedig. Hát nem tudom. Ugye az egyik az Inokin volt, a másik pedig a Kangertek. És mire gondolsz? Puszta ismeretterjesztés? Nem. Én azt gondolom, hogy Amerikában is ugyanúgy, mint Európában, hogy a kínai cégeknek az ázsióját emeljék. Nem biztos, hogy ez így volt direkt reklám, érted, hogy az Innoki... Ja, nem reklám, hanem PR. És a, hát igen. És szerintem egyébként meg mi el se tudjuk képzelni, illetve most már el tudjuk képzelni, hogy ugye két üzembe is jártak, hogy milyen körülmények között gyártanak. Tehát mindenkiben az a kép, hogy persze, meg forrazgatnak, meg ilyen házi barkács, meg nem tudom én, és közben olyan csúcskész szülékeken folyik a gyártás, hogy csak forgatod a fejed, hogy mi van. Ez elképesztő. De mi megmondtuk már a régebbi podcastben is, hogy a kínaiak már a Spice-ban vannak. Sőt, ez kérdés is volt a találkozó. Sőt, egész. Lassan mi leszünk Kína Spice-ában? Hát... Az jó lenne egyébként, hogyha a magyar mezőgazdaság ott tartana, hogy a kínai Spice-ban magyar befőttek sorakoznak, mert akkor itt eljönne a Kánaán. Vagy nem, magyar... képletesen értem, hogy föltesznek minket befőttként a polcra, aztán ennyi. A
erről jutott eszembe, és már el is felejtettem, mi volt a kérdés, amit az előbb föltettetek? Hogy Ezt mire gondolsz? mond még egyszer, Charlie, lassabban. Az a baj, hogy közben én itt figyeltem itt a show notes-ra is, és elfelejtettem, mit akartam kérdezni. Jó van, Charlie. Mi nem tudjuk, hogy mit akarták kérdezni. Elég szomorú. Csak ezt itt be kell vágni. Estcsegregel. Viszont képzeljétek el, olyan zseniális drip-tipet lőttem, az örök quest a tökéletes drip-tipér, és a perszóra akartam már lőni valami tágabb, hosszabb, de nem olyan hosszú, de tág, meg ilyesmi, és egy ilyen stork-szerű valamit akartam, csak éppen nem volt. Úgyhogy a VIP-42 Teflon klasszikra tettem a voksomat, hogy kipróbáljam, és Tudom, mit kurva jól akartam, bejön. igen. A VIP-42 Teflon klasszikról beugrott. De szerintem az a Teflon, melyik Teflonra gondolsz, a VIP-42-es? Ez a fehér. Azt a tudom, csak hogy a Hát a klasszik fantázia nevű klasszik, maga. erre mondta Boris a legújabb videójában Solid Cocaine. Néztétek a legújabb videóját? Nem láttam még. Néztem, Zseniális. Látod, azt is berakhattuk volna most a Kultúra kultúra rovatba. rovatba, ugyanis Boris visszaért Oroszországba, és eldicsekedett az új szerzeményeivel, amit a találkozón zsebelt be, úgy, mint például a Liquideddel avatta föl az egyik Shakespeare Liquid. Shakespeare Ja, ne, Liquid. várjál, mit is? Shakespeare nem mondott, minden mást mondott. Igen, és hogy a Vape 97-től vett hozzá Solid Cocaine Drip Tippet, úgyhogy én megindultam a röhögéstől. Nagyon nagy forma ez a Boris, és hát azt kérem azért most, 10 másodpercre ráérnek a hallgatók is, kattintsátok már meg az e-cigi tesztek oldalán a Boris legfrissebb videóját, mert az első fél percen beszartok. Nagyon nagy. Azért van csönd, mert kattintanak vajon? Én nem kattintok, mert én láttam. Mi kattintsunk? Te kattintsál, Te mert te... kattintsál, mert te nem láttad. De nekem hogy hívják? Most telefonról vagyok. És Ja, ja! ja, Isten, ha. Isten, Amatőr. Szóval, ugye ez egy Péntek 13 Edition volt egyébként, és aki szóvá meri tenni, hogy a Péntek 13-as Edition miért 16-án került ki, annak elmondhatjuk, Boris elmondta, hogy márciusban is lesz Péntek 13, ne fossatok. Úgyhogy jó pofa kis videó volt. Azt majd akkor rakjuk be, én be is írom ide, hogy el ne felejtsük, hogy Boris brand new videó. jaj, Péntek vele is 13. Péntek. csipogtál a fülembe. Mivel? Hogy szerkeztem? Ja nem, a kalendár emlékeztetett, hogy ne felejtsünk el vodkasztolni. Belesikított a fülembe. De Mert nem felejtettünk el. te nem felejtetted el, de előtted fölhívtam Fifikát, és mi volt az első kérdése? Miért nem pénteken van podcast? Hát mondom, Én jó, oké, ez beszéld, mondom, ez beszéld le az én Andorral. fejemben nem tudom, miért volt ez a péntek. Fogalmam Aztán sincs. mikor kiejtettem azt, hogy Andorral, ott egy picit hallottam, hogy megrezzen, a kutyák elnémultak a környéken, és azt mondta, hogy oké, csütörtök. Nem tudom, miért volt, Vissza a de régi kerékvágásba. mea culpa, mea culpa, mea... Még valakivel beszéltem, és mondom, Mea holnap culpa hatkor hívja, maxima. mert 8-kor podcast. Erre fölhív Csárgy, hogy ma van podcast. Oh, Istenem. Ezen a pár cikken menjünk már végig, amit beraktunk. Na, tralala, Menjünk. tralala. Akkor az elsőt kezdem én. Atya úristen, hozzá akartam szólni, de ez hollandul van.
Na nem Fapapucs baj, nyelven. Googli a te barátod. Ajajajajaj. Tehát ugye arról szól, hogy a Holland Országos Kereskedelmi Szövetség démonizálta az elektronikus cigarettát, és most az államtanács úgy véli, hogy a holland államtanácsról beszélünk, úgy véli, hogy az elektronikus cigaretta kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta. Tehát ilyen jó reggelt kívánok, csak hogy fölébredtek az urak. Hollandiában, ugye, ahol nem kevés zöld cigarettázó, az Hollandia, jó mondom? Igen. Igen. Ahol nem kevés zöld cigarettázó van, és nem ezt a szart szívják, amit én azt tudom, hogy nálunk árul. Múltkor fölvilágosított valaki, ha már itt tartunk, hogy Magyarországon állítólag csak szar zöldet lehet kapni. Ki kell menni Hollandiába, és ott megkérdezik, hogy miért szeretné. Mosolygósat, nevetősed, beszélgetősed. Tehát, hogy ilyen kategóriák vannak, érted? Ez nekem teljesen újdonság. Vagy van a Punisher. Szóljatok, ha nektek nem, nekem az volt. Én nem tudom, én nem voltam még ilyen coffee shopokban, úgyhogy... Na, hogy ott már ilyen szinten a művelik. De ott nagyon régóta, igen, hát ott irgalmatlan kultúrája van a dolognak, abszolút megbecsült tenyésztők vannak, vagy termesztők, akiket nem esítgetik, meg versenyek, meg ilyenek. Te a marhát megtermeszted ezek szerint. Igen, nő a bokron. És ez a cikk egyébként érdekes megállapításokat tesz, tehát, hogy például itt lemerték azt írni, hogy a legújabb kutatások azt mutatják, hogy az elektronikus cigaretta kevésbé addiktív, mint a cigaretta, és a nikotin sem vált ki olyan függőséget, mint amilyet az ember így első megközelítésben gondol róla. Azt mondja, hogy és 2012-ben már a Harvard School of Public Health-ben megjelent egy tanulmány, amely a nikotinpótló terápiákat taglalta, és ebben a tanulmányban is jobbnak bizonyult az e-cigaretta, bár erről nem beszélünk, hogy leszoktató ként. Úgyhogy itt én azt látom egyébként, ha észreveszitek, hogy így kezd, mintha egy picit valaki megbillentette volna így a szőnyeg sarkát, és elkezdődik az e-cigaretta. Ez igazából még az ősszel kezdődött az angoloknál. Tehát azt akartam hozzáfűzni, hogy ez semmi egyebet nem jelent, mint az, hogy különféle országokban, állami szervezeteknél, akik ugye eddig teljesen a homokba dugott fejjel szajkózták a hülyeségeket, elkezdődött az a folyamat, hogy elkezdték elolvasni a legfrissebb kutatásokat és eredményeket, és nem mennek el mellette, és nem csukják be a szemüket, hanem igenis fölfogják az agyukkal, hogy pakker, tényleg ez a dolog, ez erről szól. És ez ősszel kezdődött az angoloknál, amikor az angol kormány megbízást adott egy független tanulmány elkészítésére, és azzal foglalkoztunk is annak idején, és teljesen pozitív eredményeket hozott az e-cigaretta szempontjából, és akkor ott elő is adták, és nagy boldogok voltak, hogy milyen jó ez a holmi. És akkor most ezek szerint megtört a jég Hollandiába is. Én kíváncsi vagyok, hogy nálunk ilyen mikor lesz, hogy valami állami. Most egy ilyen patetikus kérdésfeltevés volt részedről szerintem. Hát ez egy ilyen kvázi a semmibe, pusztába kiáltott szó volt, Krisztián. Igen, ez egy így, költői kérdés. Így tudnám vázolni a dolgot, de hát ha előbb-utóbb eljut az életékesek fülének legalább a közelébe.
tendencia az jó, és igazándiból bármennyire hülyék a magyar intézményekben dolgozó emberek, vagy rossz indulatúak, tetszőleges rész alá húzandó, hülyének lenni nem ciki. Utolsó hülyének lenni az viszont ciki, tehát amikor már minden létező országban elfogadják a tényeket, csak nálunk nem, akkor már marha ciki lesz még mindig szajkózni a baromságokat. Egyébként meg én azért csodálkozok ezen, hogy nálunk még mindig ekkora szembenállás van, mert egy csomó dologban meg elsők voltunk. Tehát annak idején, amikor én ilyen főmérgészként folytattam a tanulmányaimat, akkor mondjad már, a tanárunk aláhúzta a táblán krétával háromszor azt a szót, hogy DDT. És hogy ezt nagyon jegyezzük meg, mert a világon először Magyarország tiltotta be a DDT-t. És nagyon okosan, nagyon ügyesen észrevették, hogy itt probléma van, nem bomlik le, kurva hosszú a lebomlási ideje, töröröm, töröröm, és a világon először mi tettük meg azt, hogy betiltottuk a DDT-t, és ezért egyébként nálunk a DDT szennyezés a talajban sokkal kisebb, mint a környező országokban. Egy csomó dologban elő tudtunk járni. Jó, hát mondjuk, ha a tiltásokat nézzük, akkor a nikotin tiltásban is előjártunk, de hogy annak voltak ilyen észszerű okai, ennek meg nem. Talán a más észszerű dolgok kapcsán lehet, hogy nem forgott ennyi zseppénz kockán. Hát ezt el tudom képzelni. Mondjuk azt az embert is bottal verném hazáig, aki annak idején a törpe harcsát behozta az országba. Tehát, érted? Az 50-es években valaki gondolt egyet, és akkor mondta, hogy ú, basszus, hát ez nagyon jó, hát ez Ázsiában ilyen egy év alatt 3 kilóra nő. Hát igen, a 35 fokos vízbe, érted? És kiírthatatlanná vált, bazmeg, és a körmömné nem nő nagyobbra évekig. Fú, tehát úristen. Igen, valaki ott is remek hatástanulmányt készített. Igen, valószínű, hogy megfizették a hatástanulmányét. Hát komolyan mondom, ez rosszabb, mint az Árpi új táskája vagy cipője. Tehát kész vagyok. Na, ugorjunk. A következő az nekem nagyon tetszik, nagyon bulvárosra sikerült. Akár az is lehetne a cím előtt, hogy brit tudósok. Brit tudósok. Igen. Kettős pont. Megbetegít a piros lámpa, és ez valami bődületes fasság. Tehát ez olyan, hogy mit tudom is én, ha a mustárgázon átszaladsz, és nem veszel levegőt, akkor nagy eséllyel túléled, de ha átgyalogolsz rajta, akkor meg fogsz dögleni. Na ez körülbelül ilyen hírértékkel bír. Tétsük be a piros lámpát, tétsük be a piros lámpát. Gazd meg, ez óriási. Én ezt gyűjtsünk aláírás. Évekkel ezelőtt volt arról szó, hogy milyen káros a levegő, mondjuk a... Mi van a 0 km kőnél? Tudjátok, az a nagy aluljáró. Clark Ádám tér, igen, az alagút. Az alagút, és akkor... A nagy aluljáró. Hogy ott mennyivel károsabb a levegő. Hát persze, basszus, az autók ott állnak esetleg a dugóban. Én ilyen esetben egyébként meg a városban közlekedem, ablak fölhúzva, belső levegőkeringetés, csókolom. Itt meg erre egyetemi kutatócsoport alakult, bazd meg, hogy megállapítsák, hogy az útkereszteződések, ahol állnak az autók és nyomják ki magukból a kipufogó gázokat, azok szennyező terület, jobban szennyező zónákat képeznek, és ezáltal károsabbak, mint ahol nem. Tehát konkrétan. Ezt egy óvodás gyerek megmondta volna. Emlékeztek arra, hogy 20 évvel ezelőtt volt egy ilyen smi kísérlet, hogy itt nem tudom, hogy vidéken is, de hogy a fővárosban, nyilván mondjuk a vidéki autóforgalom nem annyira akkora drasztikus, de hogy a legforgalmasabb csomópontok némelyikén bevezettek ilyen kísérletet, ami ki is írta a piros lámpánál, hogy állítsd le a motort. Emlékszem, ott a Mekvár térnél volt ilyesmi. Aztán ezek valamiért egy idő után eltűntek.
Nem, például a mi a hév megálló neve, mindjárt mondom. Az Őrsvezértől az első megállót, ahol van az Obi meg. Villangó utca? Nem, hév. Arra nem járok. Mindegy. És ott olyan hosszú pirosak lennének egyébként, hogy ott még mindig működik ez a be-ki lámpa, és teszi a dolgát. Viszont én egyre többször állok úgy piros lámpánál, hogy hát az utolsó héten kétszer-háromszor előfordult, hogy, és most ellent kell mondjak magamnak, ugye szívom a cigit a kocsiba, le van húzva az ablak egy résnyire, és mikor sárga lámpa van, hallom, hogy mellettem indul az autó. Mert ugye ez a stop and go rendszer van az autóban, ahogy üresbe teszi, és áll, mit tudom is én, 2-3 másodpercet, leállítja a motort. És aztán mikor kuplung, sebességbe rakod, akkor újra hallod, hogy az önindító elkezd dolgozni, tehát ki lehet ezeket küszöbölni, és a gyártók is ezen vannak. A hatásfokára kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy hideg dízelautónak ez mennyire tesz jót, és mert ugye az indítózáskor mindig megnő a kibocsátott káros anyag is, hogy ez mennyivel jobb vagy rosszabb hideg motornál, illetve mennyire károsítja a kopó forgó alkatrészeket hidegben, de egyre többször lehet ezt tapasztalni a városban. De ezt így ilyen precízen fölmérni, hogy hány százalékát töltik el a lámpák előttöknek, tehát ez valami brutális, érted? Elképesztő, hogy emberek miből élnek, mivel Igen, keresik a igen, igen, kenyerüket. igen, igen. Látjátok magatok előtt, hogy a fehér köpenyesek, fiúk, gyertek, gyertek. Valamit ki kéne találni, 3 hónapja nem adtunk be semmi tanulmányt. Valami kutatni valót Ötletelnek, azonnal. ötletelnek. Bazd meg! Mindenki mondjon egy szót, asszociációs játék, és akkor mondanak ilyen hülyeségeket, amiről már van, és valaki benyögi, hogy Kifli! igen, ha adjad már, a kifliről már volt szó, és akkor piros lámpa, piros lámpa, mire gondolsz? Nem tudom, én se, csináljunk Pontosan. valamit akkor, piros lámpa. És akkor kitalálják ezeket, hogy 2%-ot töltesz a lámpánál az idődnek, a forgalomban, meg hogy a napi szennyeződés egynegyedét itt szerzett be. Óriási. Ez szerintem nem így indult, ez valaki fölírta a címet, piros lámpa kutatás. És akkor egyből mindenki a kurvákra gondolt, csak valakinek a felesége is meglát, azt ki kellett dumálni, és hát anyukám, ez nem az a piros lámpa. Egyébként Piros lámpás kísérlet. Hát szereztek rá akadémiai ösztöndíjat, meg voltak a repjegyek. hát ez kész. Mi itt röhögünk közben, meg a piros lámpánál most is ott Emberek állnak az milliói halnak autók. meg. Igen. Na. É, viszont ez a PR cikk, és akkor tovább léphetünk a következő ponthoz, mert hogy az Index leszokik, ugye? És múlt héten volt szó róla, hogy a nikotin csak egy mítosz. Ez volt egy interjúban, ugye? A következő nyelvtörőt ajánlom mindenkinek figyelmébe. A nikotin mítosz is mítosz. Ezt mondjuk egymás után 3-szor gyorsan. Mert Ah, hogy itt ez egy mítosz. a három gráciából ketten elkerekedett szemekkel néztek, hogy ez már múlt héten volt. Nem, az a nikotin csak egy mítosz volt. Ez a nikotin mítosz is Az is mítosz. A mítosz. nikotin mítosz is Igen. mítosz. A nikotin mítosz is mítosz. Ki tudtam mondani? A nikotin mitosz is mitosz, a nikotin mitosz is mitosz, a nikotin mitosz is mitosz, és mitosz a nikotin mitosz. És kérdőjel van a végén. Mit tosz? Mit tosz a nikotin mitosz? Hát az kész. Szóval ők se tudják, mit akarnak, vagy mit mondanak. Hát És ezt ilyen, hogy is mondjam, nagyon diplomatikusan tudod, mikor valamit elbaszol egy cikkben, vagy a tévében, főműsoridőben, és akkor van az, hogy helyesbítésre kötelezik az újságot, és mondjuk akármelyik bulvár sajtó mondjuk a főoldalon lehozza, hogy mit tudom is én, Gőz Géza heroinos befolyásoltság alatt
három kölyök gólyát megdugott fényes nappal a Clark Ádám téren. És aztán kiderült, tudod, hogy Hogy a nem Blahámból. osztogatnak, hanem fosztogatnak, nem Zsiguli, hanem Volga, és a többi, és a többi. Helyes bicsed. És aztán lehozzák az utolsó oldalon egy kis hasábban, hogy elnézést, az mégsem úgy volt. Na ez is az, írtak Én két ezt nem bekezdést. érzem. Mondjad? Én ezt nem érzem, ezt a helyesbítős dolgot ezen. Én inkább azt érzem ezen, hogy ugye nem az Index állította tényként, hogy a nikotin egy mitosz, hanem készítettek az egy tiszta interjút sor, csak egy akkor emberrel. ezt kidarálhatták volna, vagy kimaxolhatták volna ezt a témát. Ehelyett volt három bekezdés az előző cikkről, meg amit már ott is leírtak, majd egy macska jelbe beszúrták a szakmai irányelvből az idézetet. Egy bekezdést csókolom. Szerintem csak valakinek megszólalt a lelkiismerete, hogy ez mégse csak, hogy hívják. Nem, ezt teljesen rosszul látod, Krisztián, Igen? szerintem leszóltak a dohányzás fókuszpontból, hogy ez nem így van. Az is lehet, én azt azért indexet tökösebbnek tartottam ennél. Már Hát nem. régóta. Már régóta nem ez az az index. Hát nem, nem. Azóta Nem. nincs itt Új Péter például. Olvassál 444-et akkor. Na, úgyhogy ennyi lett Hát jó. volna ez a... Hát ha megnézed a cikket, akkor ez a dohányzás fókuszpont helyesbítetése, hogy ilyen szép magyar szót használjuk. Csak nem nevezték nevén a gyereket? De ilyet majd De nem mondjál, mert én... le kell írnom nekem majd az adásmenetben, hogy helyesbítetése. Tehát elbaszakott egy Nem, B hát betűt. itt van Krisztián feketén-fehéren. A leszokás segít Igaz. A dohány Szerint ez az állítás. Fókuszpont szerint ez az állítás félrevezető. És idézett. Tehát ezt ők írták nekik. Öreg ellenlábasaink. Ide is. Ők írták nekik. Csókoltatom a dohányzás fókuszpontot. Nem, mintha ebben az esetben speciál nem lenne kivételesen igazuk. Hogy azért több van a nikotinban, hát mint figyelj, amit az ellenkármúzás szószúrja előhat. Óriási ide beszúrt idézet a kiemelés a végén. Tehát a leszokás támogatás módját a leszokni kívánó dohányos közeli és távoli anamnézise alapján a pácienssel közösen szakembernek tanácsos meghatároznia. Kérdezem én, hogy a konzerves dobozba elnyomott csikk és a mi ez biorezonanciális kezelés, az kimeríti ezt a fogalmat? Nem, az a kuruzslás fogalmát meríti ki. Jó, akkor azt nekem miért támogatjuk? Azt tetszik ebbe a deszívió, hogy az átlag magyar a leszokás támogatás módját nála veszti el a fonalat, hogy miről szól ez a mondat. Igen. A leszokni kívánó dohányos közeli és távoli anamnézis alapján mi van? Igen, ez a leszakadt feje járt a szegély mellett. Rózsika, vigye már 2 méterre arrébb azt a kurva anamnézist, mert a távolit is látni akarom. Kész. Jaj. Disznódók ezek, mint egy nagy disznó szindikátus. Szindikátus, nagyon jó, hogy ezt mondtad, Krisztián. Jaj, mit mondtam? Nem olvastad még? Akkor neked újat mondok, és tudat alatt mondtad ezt a szót. Mert hogy szindikátusba tömörültünk, nem te, meg én, meg Fifika, hanem az jó, mert arról csak tudnék. Nagy segízű Mátyás, én és Blacky. És hárman eldöntöttük, hogy már pedig annyi papír, annyi bit nincs az internet bugyraiban, ahányszor fölteszik a butábbnál butább kérdéseket. Úgyhogy fogtuk magunkat, és Védés DAC szövetséget alkotva elkezdtünk összeállítani egy cikk sorozatot. Igen. Ami onnan indul, hogy természetesen, hogy most homokórázik nekem a böngésző, onnan indul, hogy az elektromos cigaretta előjáték, és ahány pont most nekünk van, a legutolsó az az, hogy
Tekerjünk üvegszálra, miért jobb az üvegszál? És akkor ebben benne van tények és tévhitek, hogyan válasszunk eszközt, likvidekről röviden, e-cigi fizikája, milyen töltőt válasszunk, és a többi, és a többi. Ez rengeteg kérdés és válasz természetesen, ez most ott tartunk, hogy 15 témát dolgoztunk ki nagy részt, és folyamatosan írjuk hozzá a bejegyzéseket a weboldalra. Tök jó pofa. Nem kevés munka volt idáig. Tehát durván egy ilyen, hát egy másfél hónapja írogatjuk ezeket a cikkeket folyamatosan, és rakjuk föl, és ezzel párhuzamosan ugye csináljuk az e-mailes értesítéseket is, tehát aki föliratkozik a hírlevélre, az rendszeres időközönként megkapja ezeket az anyagokat levélformában. Úgyhogy én arra buzdítanék mindenkit, hogyha nincsen tanácstalan, vagy nem tudja, hogy minek, hogy kéne neki indulni, akkor az majd berakom a show notes-ba, iratkozzon föl a hírlevélre, és akkor szépen ezeket kapja folyamatosan, és Jedi lovaggá tudja magát képezni hetek, hónapok alatt. A weboldalon is meg fognak jelenni ezek a cikkek, természetesen egy picit más köntösben itt meg ott, tehát én úgy gondolom, hogy érdemes feliratkozni a hírlevélre, ez az egyik. A másik pedig, hogy összegyűjtöttünk olyan fő témaköröket leginkább, ami érdeklődésre tarthat számot, és csináltunk ebből egy ilyen kis e-cigi Wikipédiát, szintén az e-cigi tesztek oldalon. Nagyon jól lehet egyébként benne keresni, tehát neked az biztos sokat mond, hogy egy Ajaxos kereső van mögötte, és elkezded beírni azt, amit éppen keresnél, hogy mit tudom is én, akkumulátor, Ajax. És... Az valami, hogy ablaktisztító, nem? Vagy mosogatósz? Jó van, vagy fiam, mét. Ülj le egyes. Tehát elkezdtem beírni, hogy akkumulátor, és már dobja föl, hogy miért gyengül a TH, mi a C érték, és a többi, és a többi. Körülbelül olyan kategóriákat alakítottunk ki, hogy akkumulátorok, töltők, alapok, e-likvidek, használat, és ennyi. Ja nem, bocsánat, még kiegészítők és rövidítések. Tehát, hogyha valaki nem tudja, mi az a VV, vagy nem tudja, mi az a TH, vagy nem tudja, mi az a kartomizer, akkor csak beírja. Ezek tényleg azok a nagyon rövid, kivonatos részek, tehát itt nem kell oldalakat végigolvasni, két-három rövid mondatban, hogy megértse a lényeget, egy ilyen szómagyarázat gyakorlatilag. Emellett azért is tartjuk nagyon jónak, mert ha megkattintod, amit most nem tudsz megtenni, mert ugye nem gépről vagy, hanem telefonról, akkor ott vannak a kis Phil Buszardó szavai idézve, thumbs up, thumbs down, tehát tudod értékelni, hogy ez most hasznos volt, avagy sem, és ha olyan kérdése van valakinek, amire nem talált mondjuk itt a Wikiben választ, azt föl tudja tenni, megadja az e-mail címét, és elküldi. És hogyha elküldte, akkor azt valamelyikünk majd átnézi, hogy tényleg nem volt-e róla szó, és ha nem volt róla szó, és érdeklődésre tarthat számot, akkor azt mi megírjuk, publikáljuk az oldalon, ő arról kap egy értesítést a megadott e-mail címre, hogy mi volt a megoldás, illetve hogy a weboldalon el tudja olvasni, és akkor így is bővül a tudástár. Tehát én úgy gondolom, hogy ez hasznos. Most itt valaki írt méghozzá... Be akar léptetni felhasználóval. Igen, ezt akartam neked mondani. Valaki írta itt, mert kitette Blacky is a saját oldalára, és azt mondta a srác, hogy az oldal megtekintéséhez bejelentkezés szükséges. És első akadály, tehát itt bukott. Én úgy gondolom, hogy egy e-mail címet, meg egy akármilyen nick nevet megadni nem túl nagy erőfeszítést igénylő, vagy túl bonyolult projekt, de mondjátok, hogyha nem így van, vagy nem így gondoljátok. Nem tudom.
Én szeretném, hogyha ez teljesen ingyen és bérmentve a gondolataimra lenne hangolva, és a becsukott szememre vetítené a választ. Na de most komolyra fordítsuk a szót. Szerinted? Komolyra fordítva a szót egyébként nagyon sokszor, ugye azért egy picit régebb óta benne vagyok ebbe az elcigis körforgásban, de nagyon sokszor volt már arról szó, hogy hordjuk össze azt a tudást, amit fölhalmoztunk, tegyük átláthatóvá, tararam, tararam, Eki a fórumot elkezdte jobbra-balra rendezgetni, Black is a videókat próbált, de soha nem jött össze, és szerintem amit kurvára hiányzott, az egyrészt valaki, aki összefogja az egészet, másrészt meg ez a wiki-szerű működés. Tehát ezt a fórum motorban nem lehetett megoldani, amit te most meg tudsz oldani frappánsan, úgy gondolom, ebben a dologban, és nem volt valaki, aki ezt így végig taposta volna. Tehát volt nagyon sok ilyen kezdeményezés, hogy egy ilyen wiki-szerű, meg egy ilyen információtár, meg nem tudom én mi, csak éppen A-tól Z-ig nem ment rajta végig, aztán senki, mert elfáradt már B-né vagy C-né. Úgyhogy én ezt nagyon jó dolognak tartom, meg abszolút hiánypótlónak, mert 50 millió helyen van minden. Igen. Én nem kötném egyébként regisztrációhoz. Tehát ez olyan egy elképesztő mennyiségű szöveges tartalom, ami egyrészt gazdagítja az elcigi tesztek út SEO szempontból, hogyha hozzá szabadon hozzáférhető. És hát azért ezekre a dolgokra az emberek keresgélnek a Google-be, és tök jó, hogyha rátalálnak és rá tudnak kattintani. Másrészt meg az egész elcigi tesztek oldal nem regisztrációhoz kötött, tehát nekem ez egy kicsit visszás, hogy most itt nem megyek a Wikibe, és hirtelen Azt eltűnik akartam volna mondani, mindenhová. hogy még. Még. Jó, hát ezt te Még. jobban tudod, hogy mik a terveid. Jó, én ezzel a lendülettel egyébként átkattintottam most szabadon megtekinthetőre. Úgyhogy, Fifika, meg tudlak arra most kérni, mert én nem akarok kijelentkezni, Persze. hogy megnéznéd, hogy meg tudod elesni az oldalt? Igen, megjött. Szépen, gyönyörűen kis kategóriák, elikvidek használat, rövidítések. Igen, működik. Pont itt voltam. A másik pedig ezzel kapcsolatban föltette valaki azt a kérdést Blackinek, hogy marha jó, respekt meg minden, de miért kell csöpögtetni az infót? Miért nem lehet publikálni teljes egészében? Itt a cikkekre gondolva. Kifejtette egyébként Blacki is, ugye már csak amit elmondtam, hogy most tartunk 16 kérdésnél, és ez még mindig csak a nagyon az alapok, nagyon az alaptudás, aminek mindenkinek birtokában kéne, hogy legyen, vagy kell, hogy legyen, és még nincs vége. Tehát, hogyha ezt így kezdi el az ember, és ezt belezsúfolnánk egy cikkbe, ki a túró olvasna végig egy 50 oldalas dokumentumot? Szerintem senki. Valószerűtlen. Amellett ugye a nulláról indulóknak szerintünk nagyon jó az, hogy mit tudom is én, az elején 2-3 napot hagyunk a hírlevéllel is arra, hogy az földolgozza, jön a következő. Utána pedig ilyen hetes ciklusokban. De hát indulunk az e-health-től, és megyünk a 100 wattos quad coil-ig, tehát és részletesen kitárgyalva, nem az, hogy csak megemlítjük, hogy ilyen is van. És nem szabad elfelejteni, hogy 3 felnőtt emberről beszélünk, mindenkinek van családja, munkája, ezek mellett persze, ez mindenkinek csak szerelem, meg hobbi, és nem tudunk egyszerre annyit feldolgozni és leírni. Tehát ez ezért van így, nem hülyeségből. Illetve hát, amit te is mondtál, szerintem sokkal jobban kereshető, mint az, hogy egy 1000 oldalas PDF-ben kikeresgessed, hogy melyik az a pont. Meg így beszéltünk erről Blackivel is, meg Matyival is sokat, hogy videó, nem videó. Én úgy vagyok vele, hogyha találunk olyan örökérvényű videót, amit be tudunk tenni
én is betettem most a gyíkot, hogy mondjuk milyen szerszámkészlet az, ami jó lehet ahhoz, hogy az ember neki tudjon kezdeni ennek. De sajnos, hát gondoljatok vissza, hogy honnan indultunk, és pont néztem, Blackinek volt olyan doksia ezelőtt 3-4 évről, hogy ott még olyan csatlakozó típusok voltak, ami mára már abszolút nincs. Abszolút nincsen meg. És ha most én valamelyik csoportba beírnám azt, hogy fémhidas dripkazán, akkor megkérdezni, hogy ez most 22 milis, vagy 23-as. Mert azt se tudják már, hogy miről van szó a kis 5-10-es LR kazánokra mondjuk. Tehát ezért sokkal egyszerűbb, erre akartam kiukadni, sokkal egyszerűbb egy ilyet karbantartani, és egy-egy cikket frissíteni, hogy up-to-date legyen, mint az, hogy egy összefüggéstelen katyvasz legyen a szerintem végén. Nincs ezzel baj, hogy így kvázi idézőjelben csöpögtetitek az infót, mert egyrészt, ahogy hát te is nem mondod, lehet egyszerre. Ez egy folyamat, másrészt meg jobban megbecsüli az ember, tehát jövő héten is lesz valami érdekesség, lehet neki örülni. Ja, aztán majd Lackó Attila mondja, hogy lehet az, hogy csak 2000 karakter volt? Miért nem 5000? Igen. Ezzel kapcsolatban érdemeid elismerése mellett, Fifika, ahogy szokták mondani, a filmekben volt. Nem szeretném az érdemeidet kicsinyíteni. Én felkértelek téged is, hogy 3 témát segítsél feldolgozni, mert hiszen nap mint nap ezzel foglalkozol. Azt meg is említeném most. A nikotin, mint rekreációs szer, következmények, egészségre gyakorolt hatás, illetve likvidek röviden, alapvető összetevők, mi miért van benne. Tehát ilyen témák is lesznek, és ezt majd te fogod eljuttatni hozzám. Még azt valahogy kitaláljuk, hogy legyen, hogy az én nevem alatt fusson ki, vagy beregisztrálunk oda téged is, hogy ott legyen a neved mellette. Nekem ez teljesen mindegy, csak bővüljön a cikk. És aztán határa csillagos ég, és azon is túl. Tehát mindig vannak új kérdések, új dolgok, ezért jó például szerintem pont ez a wiki rész, hogyha az ember nem lusta, és egy kérdést föl tud tenni, akkor az a baj, hogy rengeteg likvidet ellocsoltunk. Tehát, hogyha most maradt volna nálam egy 20-30 üveg, akkor csinálhattunk volna egy játékot, hogy mit tudom is én, aki a legtöbb kérdést beküldi, ami nem volt az oldalon, a között kisorsolok értelmes valamit. Értelmes kérdést, ezt mindig tegyük hozzá. Igen, ki a nem mondtam. Értelmes kérdést. Nem mondtam, értelmes. Csak az a baj vele, tudod, hogy ez olyan, hogy na most én is elkezdeném végigdalálni, és a legegyszerűbb egymondatos kérdéseket leírni. Csak hogy azt utána valakinek közülünk meg is kell válaszolni, ami meg szintén idő. Viszont ha azt mondanám, hogy tedd fel a kérdést, és utána e-mailben küld el az értelmes választ, na hát abban már lenne kihívás, és érezném úgy, hogy az igen, az hozzáadott érték. Egyrészt, másrészt meg ezek ilyen, most jutott eszembe egy marha érdekes dolog, hogy ezelőtt mondjuk 3 éve Blacky mit mondott volna arra, hogy 0,2 ohmos tekerésért? Azt mondta volna, hogy valamit ellenőrizz a kazánokban, mert szerintem az nem jó, úgy elrontottad. Mire? Tehát nyilván ez egy technikai sport, tehát folyamatosan változnak az eszközök, az elvárások, meg az igények. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy tök jó kezdeményezés, meg mégiscsak egy helyen van. És száradjon le mindenkinek a keze, aki már erre se hajlandó, hogy ide kattintson. Sokkal jobb egy Facebook csoportba beírni, és aztán megsértődni, ezt kilépni. Tehát ez a kedvencem. Facebook csoportok, ha már itt tartunk. Na, kangertek. Beraktam így menet közbe. Ja, igen. Tehát amikor
már a kínai gyártó a saját Facebook oldalára föltesz egy olyan jellegű nyilatkozatot, hogy a faszneken nem árul Kangertek disztribútor, Kangertek terméket, és aki onnan vásárol, az nem azt fog kapni. Hát ott gyerekek már kezd az egy picit gázos lenni a helyzet. Aztán a másik dolog, amivel szembesültem, hogy AliExpressről akartam rendelni, és nem tudok PayPal-lal fizetni. Mert Mert nincs. mi van? A saját Őket fizetési is letiltotta megoldásuk? a PayPal. Bizony. Bizony. Emlékeztek a Fastek meg a PayPal háborúra? Az AliExpress Nem, ennek nem. elébe ment. Kibaszta a picsába a PayPal-t. Tehát, tudod, így néztem, 56 féle fizetési mód, és nincs ott a PayPal. Hát mondom, ilyen nincs. Jó, hát Mindennel végül is a fizethetsz, lovi csak az... PayPal-lal nem. Ennyi. Egy, de Már a lovi kezdik kinőni viszont magát még. van eredeti GT, érted? Eredeti GT. Igen. Ilyető. Nem, mert De jogos végül is, hogy akinek megy figyelj, saját fizetési megoldása, a PayPal az egy PayPal nagyon sok teszed. A Egyébként PayPal pont, bocs, föllépett a hamis áruk ellen. a PayPal, ez Meg szerintem az nem is etik a, ellen. ne, ezt rossz irányból közelítitek meg. Pont a minap volt erről egy cikk, illetve nem erről, hanem az egész Ali történetről, történet, 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 hogy honnan indult az Alinak az atya, és hogy hova érkezett. És ez szerintem egy nagyon jól és tudatosan átgondolt üzleti terv része. Ő kvázi, neki semmilyen nincs, majdnem mint a fasztek, de még annyira se. Neki semmilyen nincs. Ő összeköti A. kereskedőt, B. vevővel. Így van. Neki nincsen margin ezen, tehát nincsen ezen valami százalékos haszna, mint a PayPal-nak mondjuk az utalásnál. Ő kizárólag csak is a reklámbevételekből szerez pénzt, illetve az újfajta fizetésből szerezhet, és akkor nem a PayPal-nak a zsebébe megy a 3,4% plusz 90 forint, mondjuk, ami nem kevés, hanem ha ő kitalálja a saját felületét, a saját tranzaktálási módját, akkor nála marad a cash. Ennyi. Ez Hát ilyen igen, meg egyszerű. nem szabad arról elfeledkezni, hogy azért a PayPal tényleg nagyon sok olyan történetet lehetett hallani az elmúlt néhány év során, hogy kisebb-nagyobb ecigivel foglalkozó embereknek zárolta a számláját. És a PayPal ez bármikor megteheti, hogy hasra üt és zárolja a te kis számládat. És nyilván egy ilyen Ali méretű cégnél, ha akár egy napra is zárolják a kis online tranzakciós számlájukat, ott nem 2 forintról van szó. Úgyhogy ez egy ilyen ezért önvédelmi mechanizmusnak sem egy utolsó szerintem, hogy bebiztosítják magukat, hogy ne függjenek egész egyszerűen a PayPal-tól. Hát jó, de neked, mint vásárlónak meg valamiféle biztonságot adott a PayPal fizetés, mert Igen. nyitottál egy disputot, és akkor ráültek a pénzére. Ha valamivel nem voltál megelégedve. Meg kéne olvasni ezt az Alipaymentes bigyót is, annyira nem érdekel, hogy átolvassam, de valószínűleg 2015-öt írunk, úgyhogy biztos, hogy valami hasonló elven működő és hasonló felhasználói védettséget biztosító megoldással rukkoltak elő. Csak hát figyelj, hogyha elég nagy gorillák ahhoz, hogy megtehessék, hogy meglegyen a saját megoldásuk, akkor meglépik ennyi. Hát nyilván, ahogy Charles is mondja, ez egy üzleti döntés. Na mindegy, ezzel így szembesültem. Valakinek eredeti amerikai játékfigurákat kellett volna rendelni, azt nem bírtam. Tehát... Tini ninja Most próbálom megtalálni, hát ha, de Ez természetesen azt is ezen a jelenti egyébként, hogy akkora már az Ali, hogy megteheti ezt. Mert egy kisebb szereplő nem tehetné meg, hogy csak így ukmufuk azt mondja, hogy kösz, akkor PayPal-t nem. Mert hát azért egy eléggé elterjedt online fizetési megoldásról van szó. Tehát ehhez azért nagynak kell lenni, hogy egy ilyen lépést megtehess.
Igen, ez valóban így van, de őrület. Tehát mondom, én itt csak néztem ki a fejemre, mondom, apám, mindent látok, vízától nem tudom én, ilyen-olyan brókerig bezárólag, csak épp a PayPal nincs fent. Mi van? Kész voltam. Nem, hát ezen a tetves indexen semmit nem lehet megtalálni. Tököm. Keresem Google-on és írd mögé, hogy site2.index.hu. Hát azt Úgy hamarabb próbáltam, de megtalálod. nem Viszont talál. elmeséljem nektek addig, hogy teljesen majdnem leestem a kanapéról a minap. Ez egyik sorozat, amit nézegetek, a Brooklyn 99 című ilyen rendőrös vígjáték sorozat, és valamelyik korábbi epizódban már szenteltek némi időt annak, hogy az egyik rendőrnő megpróbált leszokni, és kevés sikerrel, és aztán ez így hambába is volt ez a történetszál. És nézem a friss epizódot, és egymások ugrasztották ilyen egészséges versengés keretében egy másik rendőrnővel a csajt, és így mondja, és így ilyen kakaskodva, I'm gonna vape you like my e-cig. És így, mi van, bauz, tekerjünk vissza, mi a szar volt ez? És tényleg az mondja, kb. Abban a kontextusban, hogy elnyomlok, mint egy csikket, I'm gonna vape you like my e-cig. Úgyhogy ezek szerint a szereplő a történetben úgy jutott túl ezen a dohányzás kérdéskörön, hogy most már elektromos cigarettázik. Nagyon, nagyon mókás élmény volt ezt így két füllel hallani. Hogy miért nem találom, de tényleg emlékszem még a képre is, itt van Jonathan Liu, de pedig expert vagyok keresésben, de nem jön föl. Na, mindegy. Mit keresel sem? Hát az Alibabás beszélgetéshez, az előbbihez, hogy mit vezetnek be, meg hogy fejlesztenek. De nem, most abban sem vagyok benne biztos, hogy index lehet, hogy Origó, de hát ott sem találtam. Mindegy, sor vagyjon el. Hát ilyen index gazdasági ott kerestem, cikkeket nincs. találtam. Ami viszont Tech ennél rovatban sokkal is. fontosabb, hogy Bruce Dickinson, az Iron Maiden énekese, rákos. A nyelvén Jó. daganatot találtak, úgyhogy 56 éves korára most kellett. A biopszia ugye kimutatta, hogy rossz indulatú, úgyhogy kemoterápia, sugárkezelés lezárult tegnap. Jók az esélyek állítólag, de hát ilyen torkot nem lenne szabad elveszteni. Innen is jobbulást kívánunk neki. Andor nevében is. Igen. Ugyan életemben önszántamból még egy Iron Maiden dalt nem hallgattam meg, de azért kétségkívül a zenei paletta egy érdekes szereplő. Ugye életemben egy Iron Maiden dalt nem hallgattam meg. Önszántamból. Ja, önszántadból. Azért, mert mondom, hallani biztos, hogy hallottál. Tehát. Na és visszatérve a Facebook bugyraiba. Nem mondom meg a helyet, hogy hol olvastam, de... Ez így nem ér, így nem. Mit nem? Jó, mondd el, hát hol olvastad. elektromos cigaretta használók. De Ho-ho-ho. ettől többet nem vagyok hajlandó kipréselni magamból. A történet az az, hogy csípaleves. Ugye erről annak idején Blacky azt hiszem egy éjszaka, tehát ez soha nem felejtem el, tehát hogy a videó címe, amikor levesség csípő, nem, leves a csípőségének elikvid megszüntetése. csípőségének csökkentése. És ez látszik rajta, hogy tök kialvatlan szemekkel valamikor éjszaka érted egy fecskendőbe, mutatja, hogy és akkor megszívod, és akkor jönnek a borékok, és ha elég sokszor csinálod, és akkor tudod, ilyen 3 milli levessel játszunk. Hát igen, tehát a csípős leves az mindig a
nikotin kivonás során visszamaradt oldószer maradéknak a nyoma. Tök mindegy, hogy honnan vásárolta, akárki is vásárolta. Egyrészt valószínű, hogy aki a levest készíti, az olyan helyről szerezte be a nikotint, ahonnan nem kellett volna neki. Ezzel sincsen baj. Számomra ilyenkor mindig az a baj, hogy miért kellett bekeverni. Tehát ha tudom, mert azért kell egy kontroll mindig. Tehát ha keversz, vagy csinálsz valamit, akkor legyen egy kontroll. Hát azért nem úgy szoktunk levest főzni vasárnap, érted, hogy meg se kóstoljuk, azt odarakjuk az asztalra, azt vagy jó lesz, vagy nem. Nem? Tehát édesanyánk levese azért volt olyan finom, mert a főzés közben 10-szer legalább megkóstolta, hogy na, jó lesz a leves, hát megkóstoltatta a fél családba. De itt ugye az a fölháborító, hogy kereskedő a tudván tudva, tehát még egyszer mondom, nem hiszem el, hogy valaki nem kóstolja meg, tudván tudva kiad egy ilyen levest a kezéből, az mindenféleképpen Hát az gáz. gáz. Igen, szó szerint ilyenkor gáz van a levessel. És hát itt ugye jöttek mindenféle tanácsok, így hígítsad, úgy hígítsad. Hát ami szart, abból már nem lehet jót csinálni, tehát ezt még akár föl is forralhatja, meg azt csinál, amit akar. Ezt vissza kell küldeni első körbe, aztán meg a lefolyóba, hogyha nincs más lehetőség. Vagy esetleg szívni kell. Mit kell szívnunk, Charlie? Lekvidet. Nem, nem, Formalin. általános. Kapitaliszt likört. Formaldehidet. Színi kell a formaldehidet. Gyöngyszemet találtam egyébként én is a Vamper kommandóban, és az már súrolja az élet és közveszély okozást. Kettőt kimeríti A fogalmát. nem is súrolja. Az egyik, az egy amerikai csoportból egy darab 26-650-es, egy Hammer mod, egy valamilyen alacsony ellenállásra tekert kazán, meg egy darab zárlat. A bőrönd, a bőrönd mod. Nem, Nem, az tekerjél még lejjebb. A még csávónak a lejjebb. keze fekete szenesre van, három ujj, két ujja, meg a hüvelykujjánál a tenyérpárnája égve, és van még mellette egy kép, amikor gondolom az első pukkanás, mikor meleg volt a kezébe, azt a eldobta az betyárs. anyósülésre, ott fölgyulladt, majd szerintem 5-10 csatlakozóstól, mint egy rakéta, kilőtt a kazán, és a szélvédőben állt meg. Hát ez nagyon durva. Úgyhogy... De ennek konkrétan ráégett a műanyag a kezére, vagy? Nem tudom elképzelni. De De az olyan... látod azt a műanyag cseppet a tenyerén. Itt a... Látod azt a bőrön áthatoló húsig égő fekete valamit. Nem tudom, mi Nem az, tudom, mi bakker. az. Mindannyian más látunk igazából. A fizika szerint műanyag, szerinted égés, Az is lehet ennek hogy egyébként, hívják hogy szemnek a barja. megégett, és a hólyag szakadt föl. Az ilyen tüskeszerűen ki a tenyerébe. Én azt Nagyon varnak durva. nézem. Valaki kérdezte is, hogy nem akartok Nagyon Darwin durva. díjrovatot nyitni a podcastben? Hát lassan itt az ideje. Lassan itt az A ideje. másik, na hát ez megérne egy misét, föltett a srác nem, egy darab elektronikát, egy Ego elektronikát, azt mondta, hogy neki gyanús, azért Gyanús. tölti fel ide, hozzáértők vélemény. És tulajdonképp neki csak azért volt gyanús, mert más a lapka színe. Ennyi. Tehát, hogy milyen színű az alaplap, és neki ez a gyanús, de hát bakker, amilyet a nagykerben kapnak. Illetve neked van GS-ed, Fifika. Igen. Nézted azt a
Nézted azt a GS-t átalakítva, mostanában nagyon divatos, akkora a levegőcső, illetve akkora a dripper, mint maga a készülékre? Tehát a srác nem rakta be a közdarabot, amiben ugye annó még a két mesh szövet volt, kivette középről a levegőcsőnek a szűkítését, rátekerte a műanyag palástot, és úgy szívta. Zseniális egyébként. Tehát egy iszonyat tanára figura. Szerintem hatalmas. És ami fölötte van, amit te mondtál, a bőrönd mod, 2, 4, 6, 8, 9. Én, ha jól számolom, ebben van 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hetes darab akkumulátor egy iTaste akárminek a dobozában, és ezen van egy darab dripkazán. Egy darab dripkazán. Nem normális. Hát ez is megy a szélvédőbe majdnem sokáig. Omartiszt. Ez zseniális, ez a GT Dripper. Ugye, hogy Ez kész. gondoltál volna ilyen Ezt hülyeséget? a kályhacsövet utánozd le. Én, tudod, mivel Kész. fogom megcsinálni? A GS-sel ugyanezt. Hát ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Látom, itt több videója is van a gyereknek. Úgyhogy ilyen szempontból jó pofa ez a vaper, vagy vamper kommandó, ide minden ökörséget bedobnak. Például azt mondja, mágnes és likvid keverő építéséhez kaptam ezt a Na, kapcsolatot. azon kész voltam. Ez tök jó egyébként, hogy van valakinek egy rajza, három alkatrésze, és valaki magyarázza el, vagy csinálja meg, mert kész. És találtam még egyet, az nem itt volt. Akkor azt nem is mondom. Úgyhogy igen, a te melyik típusba tartozó, megtaláltuk Keszthelyi Márk megfelelő csoportosíthatóságát, az pedig itt a 8-as pont, a lejmoló. Ők azok, akik nem hajlandóak elektromos cigarettát vásárolni, de valamiért mindig a kezében van az e-cigid. Ragaszkodnak hozzá, hogy az e-cigi nem nekik való, miközben éppen a miénket használják. Ja. Na, menjünk át az olvasói kérdésekre, válaszokra. Nézzük. Ugorjunk. Oké. Lackó Attila kérdezte. Mesterséges kontra természetes aromák, különbségek, előnyök, hátrányok? Egy remek tifik a kérdés. Igen, Bocsánat, még mert mindezek előtt lassan, mert tényleg az lesz, hogy csak linkelgetnünk kell, hogy ezt ebbe az adásba mondtuk, azt abba az adásba az mondtuk, azt adásban. amabba az adásba mondtuk, ezt ebbe a videóba mondtuk. Na igen. Tehát az Attilának egyébként ez a kérdés, ez most teljesen rendben van szerintem. Nekem most, hát nem is tudom, tehát nagyon sok pénzem feküdt úgynevezett organikus aromákba, és hát gyerekek, én mindenkit lebeszélek róla. Egy óriási probléma van, egy az, hogy nem stabilak, hihetetlen, A bináris. a bináris, igen, hihetetlen módon tudnak önmagukban ízt váltani. Tehát be se kevered, keversz egy, kávéval jártam most így, kevertem, 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 és valamilyen úton, módon mindig úgy volt, hogy az a 30 millis kiszerelés, ami volt, az mindig elment egy keveréshez, és a múltkor maradt egy fél, és ezt így lezártam, félre raktam. Most valaki kért ilyen aromával készült likvidet, fogtam a felet, bekevertem, érted? Szagolgattam, néztem, azt mondom, olyan, mintha egy picit másabb lenne. És
miután neki volt még az előzőből, így össze tudta hasonlítani a kettőt, és ég és föld volt. Álló helyében az aroma egyszerűen változtatja az ízét, és most már nem az első eset, úgyhogy bocsánatot kérek az Amerikai Egyesült Államoktól, többet a büdös életben nem fogok rendelni attól az amerikai cégtől ilyen organikusnak mondott, hihetetlen, iszonyúan nagyon, és fú, és jaj, Szerintem aromát. te most köcsög vagy. Szerintem Köcsög. ez az aroma, ez csak dimenziót váltott. És egy Az másik lehet, dimenzióban tök jó. az lehet, bassza meg a nénikéjét, csak ne nálam váltogassa a dimenziót. A másik probléma az organikus aromáknál, például az úgynevezett gyümölcsös aromákkal, ilyen mondjuk a narancs tud rettentő lenni, a citrom lime tud ilyen lenni. Egyszerűen vannak olyan műanyagok, amik abszolút nem bírják ki őket. Tehát nem kell ehhez már, tudod, egy időben az volt, hogy azért repeszti a tankot, mert mit tudom én, mentolos az aroma, most már az organikus gyümölcs aromák nagy része is ilyen egyébként, hogy a bennük lévő, nem tudom, gyümölcs olaj vagy illóolaj tartalom miatt egészen fantasztikus módon tudnak kazánt repeszteni. Mondjuk, hogy ne menjünk messzire, például nagyon sokan kedvelik az Inavera sisa narancsot, az gyerekek olyan szinten repeszti mondjuk a GS gyári műanyag tankot, hogy öröm nézni. Tehát abszolút nem oké. Okay. Én a kérdésre válaszolva azt gondolom, hogy stabil aromákkal kell dolgozni, olyanokkal, amik nem váltják a színüket, ízüket, állagukat és egyéb tulajdonságaikat, és jó kazánnak kevesebb aromával. Tehát én valamiért mindig azt gondolom, hogy nem azt kell megúszni, hogy kurva sok aromát használja egy nagyon szar kazán, hanem úgy kell dolgozni, hogy minél kevesebb aromát egy nagyon jó kazánba. De ez az én saját véleményem. Ennyi. Jöhet a következő akkor? Persze. Azt mondja, hogy ja, Blacky. Hallgassuk végig, aztán utána kimondjuk mi hárman a áment. Az e-liquid viszkozitásának és hajszálcsövesség jelenségének a vizsgálata, gondolom, különféle összetételű alapok esetén mutatott viselkedés mennyire tartja a három grácia értelmes ötletnek? Hát, ha iránymutató lehet a vívőközeg megválasztásánál és a kanóc tömörségének beállításánál. Javaslatok a kísérlettel kapcsolatban? Köszi. Én mondom a javaslatot majd a végén. Na? Mond. Tehát, nem, tehát, hogy ezt gondolom akar csinálni egy hasonló tesztet, és hogy van-e értelme? Én ezt abszolút jó ötletnek tartom, ha más nem ismeret terjesztés szempontjából, mert kurva érdekes lehet. Az más kérdés, hogy gyakorlatilag engem semmilyen szinten nem fog az eredmény befolyásolni, mert ugye meg van kötve a kezem, hogy milyen összetételű likvidet hajlandó befogadni a szervezetem, és megvannak a kialakult szokásaim, de engem baromira érdekelne. Fifika? Az a baj ezzel a viszkozítás vizsgálattal, hogy a hőmérséklet iszonyúan befolyásolja. Ezt akartam mondani, igen. A likvidnek a viszkozítását. Ennek ellenére mondok egy érdekes példát. Én egyensúlypárti vagyok. Egyrészt, mert kevesebb aromát kell használni, és még egyszer mondom, ilyenkor nem azért, mert fillérba szó vagyok, és kevesebb aromát akarok tenni a likvidekbe. Meg akarod tartani magadnak. Meg akarom tartani magamnak, hanem mert nem biztos, hogy jó az, hogyha túl van aromázva valami. És az 50-50 volt számomra az, ami engem ízbe, gőzbe abszolút ki tudott elégíteni, és nem kellett vizezni a történetet. De miután
Az emberek nagy többsége ugye nem bevattázott GS-t használ, hanem valamilyen integrált patront, Clearomizer-t. Ezért azok viszont a sűrűbb levest tolerálják. És az egyik kereskedő küldött egy képet, aki így kitöltögette ilyen Clearomizer-ekbe a leveseket, és reggelre saját magától átfolyt a Clearomizer-en a leves. Úgyhogy azóta a likvidek 60-40-es VGPG arányba készülnek. Egy 10%-ot kellett rádobni a növényi glicerinből, hogy már azokban a kazánokban is megálljon a likvid szobahőmérsékleten. Még egyszer hangsúlyozom. Tehát iszonyatosan sokat számít az, hogy milyen. Szerintem egy olyan 40-50 foknál már nagyon kicsi a különbség a levesek viszkozításában, hogyha mondjuk nem 70-30-at vagy 50-50-et hasonlítasz össze, mondjuk, hanem egy 60-40-et vagy egy 50-50-et. Hát de nyilván egy ilyet szobahőmérsékleten érdemes végezni egy ilyen kísérletet azért. Hát nem biztos, Krisztián, meg gondolj bele, hogyha szívod a kazánt, ugye meg kéne mondjuk az mérni, melegszik, persze. Hogy egy átlag használata szerintem ilyen 35-45 fok közé megy fel a likvid hőmérséklet a kazán térben, illetve hát az megint más kérdés, és ugye arról is már sokat beszéltünk, hogy mi van, ha kimész a hidegbe, meg megdermed a likvid, meg nem tudom én mi. De... Igen, ezt akartam pont mondani, hogy amikor kitalál az ember, akárki, Blacky, vagy én, vagy tényleg akárki egy ilyet, akkor vagy rámegy arra, hogy kvázi ellenőrzött körülmények között, de azt mondja, hogy szobahőmérsékleten ezt csinálja. Igen, csak ez nem életszerű. A másik, kimész, bemész, hideg, meleg. Na mi van? Ez hogy modellezed le? Következő. Hogy modellezed le azt, hogy te mondjuk egy salisznak a nagyon pici felfúrt, igen, már igen. Ezt mondom, hogy salisz, annyira Andor felfúrt. Szeretted volna a salisz felfúrni, igen. Hogy tehát, születésnapodra ezt fogod kapni, tehát hogy kiárom az Andornál, hogy fúrhass egy salisz. Az nincsen az egész kazán tér, minden estől cakkum púder belül szerintem hát egy köbcenti sincs. Biztos, hogy kevesebb. És akkor tegyünk mellé egy felszót, ami ha nincs kitömve, akkor azért terjedelmes. Tegyünk egy über nagy GT drippert mi alapján. És az egyik jobban fog melegedni, pont azért, mert pici, és olyan közel van ott minden mindenhez, hogy vagy ha azt mondjuk, hogy a GT-nek fölmelegszik, vagy a Kaifunnak fölmelegszik a kazánpalástja. A kazánpalást átadja a hőt a likvidnek. És az, amikor mi kint érezzük, hogy a GT-nek a tankpalástja meleg, akkor az már bent pláne, hogy meleg. Tehát egészen más hőfokok játszanak ott. És akkor most mit modellezünk? Hogy 10 percig használjuk, és akkor milyen folyós, és akkor milyen meleg? Tehát itt nagyon sok, szerintem sok irányba el lehet menni, illetve jó, de szerintem ilyesmi kísérlet... Figyelj, én egy ilyen kísérletet úgy tudnék elképzelni, hogy üvegszál, vatta, vékony vastag üvegszál, vatta, ilyen-olyan amolyapatta, fémszövet, és akkor... Amikor a fémszöveten kurva nehéz lesz látni a folyadék. Nem, elmondom akkor, hogy ne is kelljen ezzel szenvedned, hogy gondolkozol. Ezt már Fiú Buszárdó megcsinálta. Igen, csak ő nem csinálta meg különböző hőfokokon. De fölösleges. Minek? Hát egy referencia hőfokot kell választani, aminek adott egy viszkozitása, az nem lesz rosszabb, magasabb. De nem jó, Krisztián, mert akkor... Na.
Akkor te mondjuk szobahőmérsékleten, ahogy Buszárdot csinálta, ugye egy kartonlapot átszúrt, és akkor abba kerámiát, sodronyt, mest, vattát, üvegszálat, és belelógatta az egészet színes, likvides tálba, és megnézte, hogy Jó. 5 perc, 10 perc után mekkora az a kör átmérője a papíron. Ezzel mit tudsz meg? Csak annyit, hogy milyen gyorsan szívja föl odáig a likvidet, és az Illetve mennyi utánpótlása, folyadék igen, hogy ez az utánpótlása az milyen. egymáshoz képest viszonyított relatív folyadék És ott is vezetési kijött, képesség. hogy tulajdonképpen a hangyafasznyinál is talán kevesebb a legtöbb esetben. Tehát most mondjuk azt, hogy az egyik körnek az átmérője volt mondjuk 35 mm, a másiknak 42 vagy 40. Tehát ilyen Vagy most szignifikáns különbség, ne hülyeskedj, tehát ott pík vannak körterületet számolni. Ez olyan, mint amikor azt hiszed, hogy a 32 centis meg a 40 centis pizza között csak 8 centi a különbség. Hát sokkal nagyobb. Ez a kör, ez egy trükkös objektum. Jó, de tehát amit említettem, ez még mindig csak arra vonatkozik, hogy milyen gyorsan tud eljutni oda a likvid. Szerintem sokkal fontosabb az, hogy amikor te és ezt mondjuk nagyon jól lehet látni egyébként, Ez négyzet pi. színes likvid, ami most nem szívunk a tüdőnkbe színes likvidet, mert nem divat már, hogyha azt üvegszálra csöpögtetted, és izzítottál üresen, és pillanatok alatt láttad, hogy na mikor fogyott el. És nem is ez a lényeg, hanem utána elengeded, és vársz, hogy mennyi idő alatt nyeri vissza a színét, ergo milyen gyorsan szívja vissza oda a folyadékot. Na de ez az, ami rohadtul nem mindegy, hogy szobahőmérséklet, hogy 30 fok, hogy 50 fok, mit mérsz le? Mihez képest? Tehát jó, megállapítja Blacky, hogy 50 fokon ilyen. Te tudni fogod, hogy a kazánod hány fokos? Nem. Nyilván nem. Mondjuk ezt látod a Most már lelki jönnek szemeid azért a előtt? hőfokmérős modok, tehát... Láttad lelki szemeid előtt a dolgot, ahogy Blacky azt mondja, és most megvolt szobahőmérsékleten, irány a szauna. És következő kép, Blacky ül a 80 fokos szaunában, a száraz gőzben, előtte van a tesztasztal, és akkor mondja, hogy most pedig a 80 fokban így törli a homlokát közben. Igen, hát Én szerintem... megnézném, hogy mennyi a gyakorlati haszna, azt nem tudom, de én mindenképp megnézném. Tehát kíváncsi vagy Blackyre Ó, fürdő gatyában, én ahogy már várom izzad. az ilyen módokat, érted, hogy külön méri a maghőmérsékletet, külön a tankban lévő likvidnek a hőmérsékletét, Tudod, milyen... kapcsolható infradiódás, előmelegítő, meg Ön érted. Tehát azért keringető. van még hova fejlődni, na, hát nem, Talált, érted. vagy írt valaki nekem, nevet nem is mondok, csak hogy na az új DNA 40, és hogy a hőfokszabályzás, és a hát ez oda-vissza mindent ver, mert hogy ugye megtekerte a spéci húzallal, és de lehet, hogy csak én vagyok fordítva bekötve, hogy neki nem az volt a lényeg, hogy megtalálja a megfelelő hőmérsékletet, hanem ő arra a pontra állította be a cutoff, vagy hogy mondjam ezt magyarul, azt a Küszöb. pontot, azt a küszöb értéket, amikor úgy fölmelegszik a fűtőszál, hogy azért melegszik föl úgy, mert nem hűti a likvid. Ergo, ő azt a megállapítást tette, hogy mert milyen jó, sose tudod megégetni a vattát. Tehát egész más irányból közelítette meg, hogy mire jó ez. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez a jó irány, hogy ezért kell hőmérséklet szabályzós elektronika. De minden esetre igen, érdekes lehet egy ilyen teszt is, Hát csak tényleg mindenki megtalálja benne a jól bűnt. át kell gondolni. Jó, csak hát azért ne szenvedjen senki órákat egy ilyen videó elkészítésével, hogy utána meg te azon gondolkozz, hogy most akkor ez mire is jó, szerintem. Jó, menjünk tovább. Hevesi Kálmán kérdezte, hogy azok az aromák, amik repesztik a... Hú, hát KS-szel plexit? Olyan nincs. Tehát amik repesztik a plexit, mit művelnek elégetve a szervezettel, már úgy gondolom, hogy a tüdőben, illetve károsabbak-e, mint azok, amik nem repesztik. Azt tudnám erre mondani, hogy podcast 49. adás,
Mystic Pettyvel megtárgyaltuk, megköpködtük, illetve hát ő azt mondta, hogy hiába árulja üvegbe a dolgait, ő olyan folyadékot nem csinál, ami bármit is repeszt. De ti is elmondhatjátok a véleményeteket. Hát szerintem pont az előbb beszéltünk. Igen, Fifika azt két kérdéssel ezelőtt beszélt erről. Ezekről a dolgokról. Igen, tehát én sárgok olyan folyadékot, ami repeszt. Én egyébként laikusként azt gondolnám, hogy itt nagyon egészségkárosító dolgok nem vesznek részt ebben a folyamatban, egész egyszerűen arról van szó, hogy abban az aromában vannak olyan összetevők, amik reakcióba lépnek a plexivel. Tehát, hogyha nem plexiből van a tüdőd, akkor... Az tiszta sor, csak tudod, hogyha mondjuk te véletlen plexibe rakod, és mondjuk van olyan szerencsét, hogy nem reped meg a plexi, viszont akkor is valami folyamatot elindít, indukál ott az anyag. És elkezd ott kiokioltani dolgokat. Igen, nem látod, nem reped, de mégis valamit. Volt ilyen a kínai plexikkel egyébként, hogy beletöltötte a likvidet, és akkor fú, olyan jobban, kicsit fakó jobban lett. Repettek. Nem is a jobban repettek, hanem hogy fakó lett a plexi. Hát baszki, akkor valamit kioldott belőle. Hát én nem tudom, a fahéjasokra meg a citrusosokra szokták általában. Általában azok az aromák a bűnösek, amikben ugye az én, ez a neve egy illóolaj, mert gyorsan illan el. Általában ezek az aromák szoktak a bűnösek lenni a műanyag viszonylatában. Az sem mindegy, hogy melyik műanyag, mert gondolom, hogy itt a felületi megmunkálás, illetve a felületnek a miensége is szerepet szokott játszani. Tehát azok a műanyagok, amik ilyen sejmes tapintásúak, vagy nem üvegszerűek, azok sokkal hamarabb hajlamosak erre a repedésre, meg erre a mattulásra, mint a nem ilyenek. De egyébként meg itt vagyunk az üvegtank küszöbén, úgyhogy... Hát de nem is itt vagyunk az üvegtank küszöbén, hát aki akart, eddig is vehetett a GS-re, most vettem éppen műanyag helyett fémet. Charlie, kérdezz már meg, mit szívok? GS-t. Nem, mi van a GS-ben? Mi van a GS-ben? Málna. Medvekrém. Vagyis málna. Mi van? Medvekrém. Ez az új mentolos málnás cucc. Medvekrém. Mm-hmm. Mm-mm. Mi az? Málnás vaníliás. Na, hát most egy világ omlott össze bennem, hogy lehet ezt a két... Nincs hihetetlenül. Na jó, küldjél belőle. Hihetetlenül. Medvekrém. Itt van az asztalomon, nem tudom, hogy a podcast vagy valami hatására mindenki küld nekem kérés nélkül, felszólítás nélkül, csak úgy, nagybetűvel, csak úgy aláhúzva kétszer málnákat. Van itt egy, kettő, három, misztik, az négy, van egy kék málna, van egy másik málna, ez összesen hat málna, plusz a fifikáé volt a múltkori hét, és most, amit most fogsz küldeni, az lesz a nyolcadik, plusz most írt rám a Brenyó, hogy van valami málna, meg kóstolnám. 9. Ugye? Igen. 10. Na, meg se kell szólalnom. 11. Ennyi. Hát, na, úgyhogy aki málnát akar teszteltetni, hoci ide vele. Jó, ennyi. Garamvölgyi Dénes kérdezte. Varivat eszközök jobban roncsolják az akut, mint a mehák. Mehába berakom a cellát, aztán lead, amennyit lead, de a varivat eszközök meg kitekerik belőlük az utolsó cseppeket is, illetve 4,2 volt fölé is mehetünk velük. Logikusan úgy gondolnám, hogy ez kevésbé egészséges egy akunak. Kedves Dénes, én nyitnám a sort akkor. Ezt is ki fogjuk akkor tárgyalni a Blackivel, de előjáróban annyit, hogy attól, hogy neked van egy varivat eszközöd, attól neked nem lesz benne több cellád. Egy cellád van,
ami attól függetlenül, hogy milyen készülékbe rakod, annyit tud kiadni magából, amilyen szinten van a töltöttsége. 3,7, 3,8, 3,9, tök mindegy mennyi, 4,2 voltnál többet nem. Az, hogy menjünk vissza, PWM eszköz, vagy DC-DC konverter, vagy bármilyen más módon te azt tudod állítani, az már az elektronikának a műve, tehát te attól az aksiból ugyanúgy annyit veszel ki, amennyi éppen a töltöttségi szintje, nem ölöd azzal jobban a cellát, maximum a terhelése nagyobb, de ugyanez igaz a mehára is, tehát hogyha rátekersz egy szabómot, vagy rátekersz egy 1,5 ómot, vagy rátekersz egy 2,5 ómot, más és más lesz a terhelése, más értékre fog betérdelni a cella. Ez minden készülékre igaz. Az meg, hogy az utolsó cseppeket is, hát nem az utolsó cseppeket is, mert az elektronikában ráadásul igen kevés módban lehet állítani, pont az I-ban lehet, ott be tudod állítani, hogy hol legyen a riasztási küszöb, hol legyen a cutoff. Ott meg tudod mondani, kinézed egy táblázatból tudományosan, hogy neked meredeken kezd a cellád mondjuk 3,3 voltnál esni, beállítod mondjuk 3,3 voltra, és ott meg fog állni. De egyébként a készülékeket egy ilyen biztonság, mint a provariknál, ott 3,5 volt, ennyi, nem tudsz alá menni. Tehát ilyen szempontból, ha belegondolsz, még jobban is vigyáz az aksira, mint mondjuk egy meha. Meddig szoktad meríteni, Fifika? 2,4-2,6. Ennyi. Hű, nekem ott már semmi íze nincsen. Se. A 3,5-nél nagyon. Igen. Tehát én is ilyen 3-3-3-5 környékén dobom hát én be. 0,8-on használom a GS-t mehába, és az még ilyen, hát, ugye amikor visszateszem a töltőbe, akkor látom, hogy meddig térdelt meg a cella, honnan kezdi el tölteni, és ez a 2,6 az még abszolút normális. Ott fogy el a gőz. De észre sem veszed. Tehát az tiszta sor, csak mikor 4-2-n, és mikor te használod, akkor nem az üres járati feszültséggel gőzölsz, hanem a terhelés alattival, az meg ugye az a kicsi, amire térdel, és mondjuk az a nagyon, tehát az A is ilyen például, hogy villog, azt egyszer csak kikapcsol, mondjuk ha 3-2-re be van nekem állítva, berakom a töltőbe, és kiírja, hogy 3-5. De ez nagyon jól látszik is egyébként, hogy ugye kiírja az áj az üres járatit is, meg a terheltet is. És az üres járatival kezdi el majd tölteni. Tehát nekem kiírja, hogy 3,5 vagy 3,4, és annyival tölti. Nem azzal, amivel leesett. Tehát én, cáfoljatok meg, ha nem így gondoljátok, én azt mondom, hogy egy varivat készülék, ilyen szempontból semennyivel nem megterhelőbb neki az akkumulátornak. Annyi a különbség szerintem most, hogy így gondolkozom rajta, de tényleg laikus vagyok a témában, hogy egy mehában lineárisan merül az akkumulátor, és a vari készülékben meg gyors, minél jobban le van merülve, annál gyorsabban merül. Tehát mondjuk, hogyha azt veszük, hogy 3,5 egy küszöbérték, ami alá nem megyünk egyik esetében sem, addig a meha, hogyha azonos körülmények között használod, akkor szerintem az lineárisan fog lemerülni 3,5-ig. Nyilván valószínűleg nem, mert egész más folyamatok is közrejátszanak, de hogyha ezektől eltekintünk, akkor az úgy szépen merülget lefelé. A varivoltosnál, meg mivel föl kell transformálnia, minél kisebb a feszültsége, annál a benne lévő feszültség, annál följebb kell transformálni ahhoz, hogy a beállított teljesítményt hozza, ergo nagyobb terhelést kell rátolni az aksira, ergo az jobban fog merülni, gyorsabban fog merülni, minél inkább merül. Nem, azt nem tudom alátámasztani, mert a kettőt azt úgy, de tényleg úgy kell elképzelned, mint egy transformátor állomást, ahol két független kör van egymástól, az egyik oldalán van az aksi, a másik oldalán pedig a kazán. És attól, hogy te magasabb feszültségen használod, attól kiveszed a teljesítményet az aksi oldalából, de ő
nem fog attól, hogy mondjam neked, hogy Tehát nem fog többet leadni igen. az akkumulátor, mint amit bír. Tehát én azt mondanám, hogy nem, és a legfontosabb, hogy nem ezen fog múlni. Hát Az, hogy én a Charlie-val értek egyet, hogy egy VV készülék, amelyik egy küszöbértékig meríti csak a cellát, az jobban vigyáz az akkumulátorra, mint egy mehab. látok, ez képtelenség, hogy ugyanannyira terheli a cellát. Kár, hogy nincs itt neki, most jó, meg tudná nekünk mondani tutira, hogy hogy megy ez. Hát gondolj bele, egységnyi energiából nem tudsz több energiát termelni, tehát valahonnan annak jönnie kell. Igen, és akkor tudod, mi lesz egy VV eszköznél? Akkor Tehát lesz nem a az, semmiből akkor transformálódik lesz az, hogy kiválóan. mondjuk egy DNA panel egyszerűen kikapcsol. Ennyi. És nincs tovább. Aztán elengeded a gombot, és megint bekapcsol. Mert betérdelt, nem bírta, kikapcsolt. Elengedted a gombot, visszatér az üres járati feszültség a kapocsra, és újra bekapcsol. Tehát az szerintem többet árt az aksinak, hogyha egy mehamodban te, ha nézed a görbét, ugye megy vízszintesen, amikor viszonylag sokáig bírja ezt a 3,7 volt körüli tartományt. 3,8, 3,7, 3,6. És aztán 3,5-től elindul a görbe lefele. Igen. És aztán lehet, hogy valamelyiknél lesz 3,2, 3,1, de utána már borzasztó nagyot ejt. És Nyilván ez az adott hogyha cellának te a azt egyszer mély statisztikája. merülésbe elviszed az aksit, akkor a töltő legyen a talpán, amelyik mondjuk 2 volt környékéről vissza tudja hozni normálisan. De ha visszahozza, akkor sem múlik el. Tehát az aksi Nyomtalanul. az emlékezik. Így van. Jó, 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 jó. Na. Majd kérdezzük meg Blackit, szerintem én azt gondolnám, hogy a földtranszformálás folyamatában nagyobb terhelés kell rátolnia arra az aksira ahhoz, hogy kisebb leadott feszültségnél ugyanazt a szintet tartani tudja. Nekem ez tűnik logikusnak, de Igen, majd de csak annyit tudsz megmutatom. ráadni, amennyi neked a kapocs feszültséged. Igen, viszont az amper, de itt a feszültségről beszélünk, de az amperes terhelhetősége meg más, és ugye az ellenállás, feszültség, áramerősség, trió az azért ott van. Tehát, hogyha valamelyik kevesebb, akkor úgy ugyanazt hoz, valamelyiknek többnek kell lennie, hogy megmaradjon az arány. De majd kinyomozzuk. Aztán következő kérdés, Frankó Attila. Kinek és miért lehet szükségre ilyen nagy teljesítményt leadó modokra? Én 20 watt körül használom legfeljebb a modom, ezért nekem ez tájidegen jelenség. Az, idegen, az jó azt dolog. sokszor kibeszéltük, szerintem hosszú lére ne eresszük, azért, mert nagyon vastag húzalt vesznek, amit már tyúkketrecnek vagy kerítésdrótnak is nevezhetünk, értsük ez alatt 0,4 mm-től fölfelé, aminek a hőtehetetlensége baromi nagy, tehát nehéz felfűteni. Ezt kell kompenzálni teljesítménnyel, és akkor gyorsan fel fog fűteni. Ennyi. Ami nem megy fifikából, az megoldják izomból. Hát ez, most ez egy elég hülye jött ki, hogy ami fifikából nem megy. Nem. Jó, hát... Igen, tehát kicsúszott a száján, ennyi. Na. És akkor lépek egyet, ki ne hagyjam majd. Kumbalás kérdezte, hogy bár lehet ez inkább Blacky asztala? Na, kapsz a nyakad közé, vagy a fület közé. Régen nagy divat volt a Twisted Parallel Clapton, fene tudja milyen elvetemült tekerések készítése. Zárójel, ezt én mondom most, ez nem régen, most is reneszánszát éli ez a sok hülyeség. Érdekelne az esetleges gyakorlati haszna is ezeknek. Értem ez alatt, hogy én például előszeretettel használok sodrott 1/6-os dual coilba, mert a mehán egy jó ellenállás mellett tekeréskori könnyű kezelhetőséget, gyors felfűtést és számomra eddig a legjobb ízgőz TH élményt kapok. Most is rengeteg csoport van, ahol lefényképezik a használhatatlan, de nagyon szép tekeréseket. Ami szerintem mindig hozzá kell tegyük. Ami előnye szerintem van ezeknek a, illetve nem is azt mondom, hogy előnye, mert még félreérti valaki, ezeknek a többféle átmérőből tekert játékosoknak, az az, hogy ugye mindegyiknek, amit az előbb mondtam, más a hőtehetetlensége. És, hogyha te megtekersz egy vékony húzallal, körbetekersz egy vastag húzalt,
akkor ezzel valamelyest talán kompenzálni tudod azt. De Nem csak ez van itt, nem. hol? Vagy a koncepció az nem csak erről szól. Hát miről? Az eredeti elképzelés, ami miatt ezek elkezdtek kifejlődni, az az volt, hogy a tekercselések miatt ugye kapillárisokat hoznak létre magából a fűtőszálba, tehát kvázi egy vivőközeget képeznek magából a fűtőszálból is. És a Retriever például ezért esküszik rá, hogy ezek, én soha nem próbáltam ezeket az összegabaitott tekeréseket, de hogy az eredeti elképzelés az ez lenne, hogy jobb az íze, mert maga a fűtőszál is közvetítő Az az közegként igazság, funkcionál. hogy ez a menetszám nem tud szerintem annyit hozni rajta, és ezért nem említettem a kapilláris jelenséget, mert azért az szerintem jóval túlmutatna ezen. Szerintem a felfűtésnek, és látszik is, van egy-két jól elkészített makrófotó ilyenekről, hogy ahogy az egyik felfűtve segíti a másikat egy kicsit jobban felfűteni, de komolyan mondom, tehát amikor én kettőt meg hármat összesodrok, és nem vadállatból, tehát ilyen 0,16, 0,2-ből maximum, akkor is már 2-3-nál már nagyon sodrony hatásom van. Tehát tudod, mikor megtekered, elengeded és visszarúg. És akkor hiába tekerted kettesre, abból lesz egy 2-2-2-4 magát mérő, mert annyit kirúg magából. Tehát én ezt ilyen szempontból tényleg annyira feleslegesnek tartom. Maximum tényleg arra jók ezek a összesodrott, ugyanolyan keresztmetszetű húzalok, hogy ezzel tudod az ellenállást kompenzálni. Olyanokat én is szoktam valóban használni, annak van értelme. De a többire ez a paralel, az még jó, de a többit, kleptont, meg ilyen hülyeségeket nem. Tehát egyszer-kétszer játékból kipróbáltam, de annál többet ér az időm, hogy ilyen hülyeségekkel szórakozzak. Nem tudom, Igen, hogy... azért nem árt, hogyha egy óra alatt van az idő, amit egy idő alatt megtekered a kazánodat, az úgy praktikus. És képzeld, hogyha utána kijön, hogy nem jó, na, tekerjünk egy újat. Na, és akkor az utolsó kérdés Orbán Pétertől. Engem az érdekel, hogy mennyire kell komolyan venni a szilikon tömítés kontra természetes aromák támadását, ha a tankon üvegpalást van. Főleg kanger kazánokat használok, amikben kivétel nélkül szilikon tömítés van, és az aromagyártók felhívják a figyelmet, hogy a természetes, például citrus aromák alkalmazása szilikon tömítéseknél nem ajánlott, mindenki saját felelősségére használja. A fórumokban és kommentekben még nem találkoztam ezzel, bocsánat, nem találkoztam ezzel a problémával, csak a plexipalástrepedésekkel, mattulásokkal. Féfika? Hát ez a szilikon kérdés ugye azért izgalmas, mert a hőálló tömítések többsége szilikon tartalmú, de mindig meg kell nézni azt, hogy az a rész, ami szilikon tömített, mondjuk a csavartalp alja, vagy például GS-be a középső levegőcső bevezetés, hogy az mekkora felületen tud érintkezni azzal a likviddel, amit te el fogsz szívni. Arról nem is beszélve, hogy ugye éppen két kérdéssel ezelőtt mondtuk azt, hogy mi nem használunk olyan aromákat, én sem, meg Mystic Pet is, meg egy csomó gyártó nem használ olyan aromát, ami egyébként mondjuk jellemzően repeszti a tankot. Szerintem ami onnan ki tud oldódni ilyen esetben, az annyira minimális, és ha végig gondolod, akkor annyira elhanyagolható, hogy én azt gondolom, hogy ennek ilyen nagyon komoly veszélye nincsen, ha csak nem tudom, szilikon borítás van belül az egész kazántéren.
Hát De ez illet... jó, de ez jó Igen. pofa ez a gyártói figyelmeztetés, mert ha egyszer tudja, hogy szilikonnal érintkezve egy, ilyenkor mindig az a bajom, hogy a gyártó, hogyha fölhívja a veszélyre a figyelmet, akkor legyen olyan kedves, írja már ki, hogy miért és mi. Érted a... Igen, igen, de én elmondom, hogy szerintem miért van ez, vagy miért írják oda. Ez olyan, mint az amerikai ne rakjál macskát a Macskát mikróba, a hogy mikróba. ezzel tulajdonképp csak a saját felelőssége alól mentesíti magát. Nem tudom, hogy az a baj, hogy még botrányról se hallottam, ami egyébként a szilikon és a citrusaroma keresztezéséből jött volna létre. Igazából megmondom őszintén, lövésem nincs, hogy mondjuk ebben az esetben mi szabadulhat föl a szilikonból a citrus aroma következtébe. Megengeditek, hogy mert mi kikért vagyunk, mi a hallgatókért és az olvasókért vagyunk, hogy most behívjak valakit? Persze, Köszönöm. persze, persze. Szia, Nagyi! Szép jó estét kívánok! Az erő legyen te Halló! véled. Veletek is! Jó étvágyat Jó kívánunk! étvágyat, Jedi Igen. Master! Mi újság a halálcsillagon? Minden csendes. Láthatatlan messzire járnak. Figyelj, volt egy olvasói kérdés, és ütköztettük az álláspontjainkat. Kíváncsiak lennénk a te véleményedre is. Igen. Az volt az egyik úriember kérdése, Garamvölgyi Dénes feltette a kérdést, hogy a varivat eszközök jobban roncsolják az akut, mint a mehák. Mehába belerakom a cellát, aztán lead, amennyit lead, de a VV vagy varivat eszközök meg kitekerik belőlük az utolsó cseppeket is, illetve 4,2 volt fölé is mehetünk velük. Logikusan úgy gondolnám, hogy ez kevésbé egészséges egy akunak. És úgy, hogy nem tudtad, hogy mi mit mondtunk, mondd el az álláspontot, kérlek. Jó. Az állítható feszültségű készülékekben van túlmerülés elleni védelem, tehát az akkumulátor egy adott szintnél lejjebb nem merülhet. Ugyanez a mechanikusoknál nincs. Tehát, hogyha nagy teljesítményt akarsz kiszedni egy mechanikus készülékből, akkor nagyon alacsony ellenállást kell tekerned. Sajnos a nagyon alacsony ellenállással az jár együtt, hogy a nagyon alacsony feszültségen is élvezhető gőzt fog produkálni. Értem ez alatt azt, hogy akár 2,5-2,6-2,7 volton is még kellemes vele pöfékelni. Sajnos ez a feszültség egy lítium akkumulátornak már nem túlságosan egészséges. Ennél a stációnál egy VV készülék már rég letiltott volna, tehát amint terhelés alatt eléri a cella, mit tudom én, 3 voltot, vagy 2,8 voltot, van olyan készülék, aminél például ez állítható, ott nyilván meg fogja szakítani a működést, és egyszerűen villogással, vagy valamilyen üzenettel a képernyőn jelzi, hogy innen tovább nem. Ami a 4,2 volt fölé emelt feszültséget illeti, ne úgy képzeljük el, hogy az akkumulátor feszültségét húzza magasabbra. Van az akkumulátor és a kazán között egy feszültség átalakító elektronikánk. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint a transzformátort. De ugye csak röhöghetek ilyenkor halkan. Miért? Majd mondom a Semmi. végén. Jó. Tehát van egy feszültség átalakító berendezésünk az akkumulátor és a kazán között. Az elején betáplálunk X mennyiségű energiát wattokban, a másik végén pedig kiveszünk X mennyiségű energiát wattokban. A kettő között lesz egy pár százalékos különbség nyilván, mert van egy olyan dolog, feszültség, amit ugye az elektronika elfogyaszt, vagy elpazarol. Hogyha 20 wattra állítod a készülékedet, és az akkumulátorod 4 voltot ad le, akkor 5 ampert fog belőle kivenni. Ha a másik oldalon ezt a 20 Mit wattot... mondtam, Charlie? Nem jól gondolod, mindjárt tovább mondja. Na, szóval az akkumulátorból, hogyha 20 wattra van állítva a készülék, és az akkumulátorod 4 voltot ad le terhelés alatt, akkor 5 ampert húzol a cellából. A kimeneti oldalon meg teljesen mindegy, hogy milyen ellenállás van. Mondjuk vegyük példának azt, hogy 1 ohm. Az
Gyök 20 feszültség. Jó, mi a 20-nak a négyzetgyöke? Segítsen valaki. Mindjárt számolok. 4 egész valamennyi. Igen. Tehát ott annyi voltom, vagy annyi ampert húzol, szorozva egy ohmmal, igen. Igen, tehát ott más amper szer más volt jön ki, de a végeredmény nagyjából ugyanaz. Tehát ez egy két teljes, egymástól tökéletesen független dolog. Lényeg az, hogy ott van ez a feszültség alakító, átalakító áramkör, tehát igen, tudunk följebb menni a feszültséggel. Igen, azért kuncogtam egy kicsit, mert ezek a szavak elhangzottak az én számból is. A transformátor is, az is, hogy két külön áramkört képzeljünk el, ami között ott van az elektronika, ami a DC-DC, vagy PWM, vagy teljesen mindegy, hogy mivel, de mást ad, mint amennyit vesz. De erre mondta azt Mujó, hogy de már pedig, hogy mondtad Mujó, nem akarom, hogy elferdítsem. Arról van szó, a teóriám az az, hogy a kettő között az a különbség, tehát hogyha egyforma ellenálláson és mondjuk 4,2 voltra belőtt varivoltos készüléket használunk, meg egy mehát 4,2-re töltve. Vagy az én elképzelésem szerint a kettő használat között az a különbség, hogy a meha esetében kvázi lineárisan merül az akkumulátorod lefelé, mondjuk 3,5-ig. A varivolt esetében viszont minél jobban lemerül 4,2 voltról az akkumulátorod, exponenciálisan gyorsabban fog kvázi merülni, mert magának a transformáló, feltranszformáló elektronikának nagyobb teljesítményt kell kicsikarnia az akkumulátorból, hogy a kisebb feszültséghez ugyanazt a fix teljesítményt passzentolja. Ebből a szempontból tökéletesen igazad van, ugyanis a merülő cellát az elektronika kompenzálja. De amíg a mehánál érzed, hogy merül a cella, itt nem. Itt az első sluk ugyanolyan lesz, mint az utolsó. És mivel ezt a lineáris csökkenést szépen egyenes, viszintes vonallá fogja konvertálni tulajdonképpen az elektronika, és kompenzálja a merülésből adódó veszteséget azzal, hogy fokozatosan több és több áramot fog kihúzni az aksiból, hogy a csökkenő kapocsfeszültséget kompenzálja, így értelemszerűen egy kicsit hamarabb fog merülni, igen. Köszi, köszi, köszi. Látod, Charlie? Nem látom. Ezzel nem... Ezt mondtam. Nem. Az alap kiindulás ugye az volt, hogy a VV vagy a meha roncsolja jobban az aksit. Igen, és erre mondtam, hogy amennyivel... Tovább vezetett kérdés volt. Igen, de erre mondtam azt, hogy amennyivel... Az én teóriám nem a roncsolásra vonatkozik, hanem csak ez így mellékszálon beugrott, hogy annyi lehet a kettő között a különbség, hogy gyorsabban meríti, hogy telik az idő. De erre mondtam neked, hogy annyival, amennyivel te azzal több időt nyersz, viszont lemész mondjuk 3 volt alá, jobban gyilkolod az aksidat, mint azzal, hogy a kettő feszültség közötti feltranszformálás közben neked magasabb lesz az áramod a cellán át folyó. Igen, igen, de én ezt nem is állítottam, ezért is mondtam, hogy mondjuk állapodjunk meg egy 3,5-es küszöbértékbe, ami alá nem megyünk. Ez csak a roncsolásról teljesen független teória volt. Akkor kérdezzünk rá Blackinél, szerinte melyik ártalmasabb az aksinak? Szerintem az, amikor nincsen védelem, bár ez nyilván attól is függ, hogy milyen ellenállást használunk. Hogyha olyan ellenállást használunk, ahol nem vesszük észre, hogy az akkumulátorunk már kellemetlenül merült, ott bizony megtörténhet az, hogy hazavágjuk az aksinkat. Ha valaki 0,2-es huzallal, üvegszállal, vattával, tök mindegy, másfél ohmot teker, az teljesen töltött akkumulátornál egy mechanikus készüléken 11 wattnál nagyobb teljesítmény lesz. És még merült állapotban is olyan, hát olyan 3 volt körüli merült állapotban 6-7 watt nagyjából. Akkor már ott érzed, hogy valami nem stimmel. Egy vékony húzalnál ez kijön. Hogyha nagyon lemész szubomra, mit tudom én, ilyen 0,4-0,5-ökre akár, ott már nem feltétlenül fogod ezt így érezni, mert ott annyira alacsony az ellenállás, hogy még 3 volton, vagy terhelés alatt 2,5 volton is élvezhető, de ott már az akkumulátorod nem lesz jól. Köszönjük szépen, és még egy kérdés, köszi, amit föltettél. De jó, hogy mindenkinek jól válaszoltál, Bleki. Hogy amit föltettél, ott te kérdés, nem ismétlem meg, hisz te írtad be, tudod, hogy mit kérdeztél. Igen.
megköpködtük a dolgot, de olyan bonyolult tesztfázist sikerült fölállítanunk, amiben még az is szerepelt, hogy be kell menjél fürdőgatyában a szaunába. Nem tudom, hogy ezt vállalod-e. Ennyire azért nem akarok belemenni a dologba. Amit szereztem, egy-két dolgot ehhez a kísérlethez, laboratóriumi kapilláris csövek különböző belső átmérővel, orvosi segédeszközből, illetve Mystic Peti jóvoltából kaptam színező anyagot, amit az ilyen tesztlikvidhez, amit majd meg fogok nézni, hogy melyik, milyen kapilláris hatásra, vagy milyen összetételű alapfolyadék, milyen vezetőközegbe vagy vívőközegbe halad a legjobban, tehát hogy látványos legyen, meg fogom festeni az alapfolyadékokat. VG töbletet, PG töbletet, inaverást, amiben ugye van víz, kínait, ami mit tudom, 80% PG, de vízmentes, füstbajnokot, egyensúlyt víz nélkül, stb. Stb. Amire rá tudom tenni a kezem, azt meg fogom nézni. A kérdésem csupán arra vonatkozott, hogy ti ennek mennyi értelmét látjátok. Ja, hát azt vázolták fel a többiek, hogy sok gyakorlati értelme nincsen. Engem nagyon kíváncsi váltett a dolog, úgyhogy én mindenképp megnézem. Ugye azt vetették fel a srácok, hogy ahogy használod, miközben használod a készülékedet, ott is folyamatos hőingadozás van a kazánban, és már egy fél perc múlva egészen más körülmények között kell megfelelnie ugyanannak a likvidnek, tök más viszkozitási karakterisztikákkal. Ezért baromi nehéz egy áment kicsikarni egy ilyen kísérletből. Világos, csak gyakran felmerülő kérdés, hogy mégis mekkora vattának a mindegy faktora, miért jobb ez a vatta, mint amaz a vatta. Ugye van, aki szerint a Fiberflex csak egy hullazsákba csomagolt rayon, tudod? Jó. Érted? Ebből a szempontból gondoltam, hogy nem ártana megvizsgálni. Nyilván egy kicsit meg is melegítem a likvideket, és megnézem. Épp ezt akartam kérdezni, hogy a hőfokkal játszani akarsz-e, mert... Természetesen, egyszer szobahőmérsékleten fogom meg... Jelentős különbség lesz. Nyilván. Meg szeretném próbálni szobahőmérsékleten, aztán olyan 40-50 fokra felmelegítve, mert kb. Annyi lehet. 40-50 között én is azt gondolom, hogy az a működési hőmérséklet a... Így van, egy tankkazán esetén, ahol mit tudom én, a kazántérhez közel van a folyadék, vagy esetlegesen közel, bent a kazántérben, ahol a vatta is van. Szóval ezekről lennék, vagy ezek azok, amiket gondoltam elvégezni. Erre mondtam azt, hogy várom azt a kínai elektronikát, amiben benne van a maghőmérsékletmérő, a kazántérben a likvid hőmérsékletmérő, a tankban a likvid hőmérséklet és a infraledes előmelegítő. Jó hang. Azt én is megnézném. Lehet, hogy csak egy évet kell rávárnunk. De engem nem akartam közbeszólni. De téged? Mondjad. Szóval, hogy engem nagyon érdekel a kísérlet, pusztán csak ennyi, hogy adott hőfokon az egymáshoz viszonyított relatív folyadéktovábbító képessége mondjuk az egyes vívőközegeknek milyen, már csak ez is tökre érdekelne. Oké. Okay. 150%-kal jobb a vatta, mint a nem tudom én, hogy ilyenek. Már ez is hasznos. Jó. Megnézzük. Nyilván. És miután Blacky megcsinálja a videóját, megjelennek a piacon az üvegszálas szárnyas betétek. Ennyi. Blacky egyébként kicsit off, és aztán hagyunk tovább kajálni. Valami visszajelzés ment neked a közös projekttel kapcsolatban? Mert én egy-két kommentet olvastam csak, hogy miért privát a bejegyzés, vagy a wiki, meg miért nem egyben zúdítjuk az infókat. Ezt a kettőt találtam én is eddig. Privát üzenetben nem érkezett semmi, ha erre gondolsz. Uh-huh. Úgyhogy meglátjuk. Ennek szerintem kicsit több idő kell, ami kifutja magát, de eddig, amit láttam, az úgy gondolom, hogy megéri csinálni. Jó van. Én egyébként most itt utólag engedelmeddel megköpködtük ezt itt a fiúkkal, aztán a regisztrációhoz kötött wikit, azt végül is akkor kikapcsoltam, legyen mindenki boldog, vagy regisztráció nélkül olvashassák. Uh-huh. Aztán majd meglátjuk, hogy van-e egyáltalán valami foganatja, és
tovább határa csillagos ég, és azon is túl. Egyéb iránt úgy gondolom, hogy ez a regisztráció, ez egy olyan dolog, ami mindenkinek belefér. Tehát most az, hogy feliratkozol oda az e-mail címeddel, meg csinálsz magadnak egy jelszót, vagy mit tudom én, az annyira nem nagy probléma. Nem a bankkártya adatunkat kell kiadni, vagy nem a anyja neve három példányban, meg mit tudom én, egyéb személyes adat, hogy aztán majd provident kölcsönt vegyen valaki fel a delikvens nevére. Egész egyszerűen regisztrációhoz kötött és kész. Gondolom ezt én, hogy ennyi beleférne. Hát mindegy, akkor beszél, akkor ez lesz hozzáférhető szabadon, mert az a cél, hogy mindenki okosodjon. Én azért ellen javallonám egyébként ezt az egész regisztráció dolgot, mert hogy alapvetően, aki nem regisztrál, az nem jut hozzá az információhoz, tehát ilyen bináris az állapot a Wikivel, hogyha regisztrációhoz van kötve. Aki nem regisztrál, semmit nem lát. Aki regisztrál, mindent lát. Nincsen átmenet. És nem kap többet azzal, hogy regisztrál. Tehát ha csak nem cél, hogy teljesen szakmai oldalról megközelítve, ha csak nem cél, hogy felhasználói listát építsetek, amivel majd aztán hírleveleztek, meg extra dolgokat kaphatnak azért, hogy megadták az e-mail címüket, akkor az egésznek pusztán annyi a funkciója, hogy lepattint egy csomó embert, akinek most éppen nincs kedve kitölteni egy regisztrációs űrlapot. Nem praktikus szerintem. Hát én úgy gondolom egyébként, hogyha nem ez, akkor azok a tartalmak, amiben súlyos munkaóráink vannak, de valaminek mindenféleképpen egy gátat kell, hogy képezzen, mert szerintem az nem működik, hogy valaki ennyit sajnál azért, hogy általunk összeszedett információkat olvasgat, nem kérünk pénzt érte, hát valami. Kössetek be reklámokat, és aztán ebből elmentek. Azaz, igen. Majd ebből a pénzből fogok elmenni Blackiehez mondjuk 2015 végén. Se. Halálcsillagra meg lesz a visszapillantó tükör. Na jó, van, hagyjuk tovább vacsorázni szerintem. Köszönjük jó szépen étvágyat. A segítséget. Hello, hello. Köszi, igen. Szia. Szia. Na, fiúk, szerintem... Szóval igazam volt. Nekem volt igazam. Ez nagyon... De hallgattalak benneteket, és komolyan mondom, olyan volt, mint a Bibliát olvasni. Ez is igaz. Az is igaz. Kész. Én úgy gondolom, hogy nekem volt igazam. A többit leszarom. Nem. Úgy gondolom, hogy az alaptézisből kiindulva, tehát, hogy melyik kíméli jobban az aksit mondjuk, én, ha a kettőt a mérleg két nyelvére kell, hogy helyezzem, akkor szerintem a meha az kíméletlenebb, mint mondjuk egy varivatt. Igen, ezt a mehát túl lehet meríteni. Egyébként a tekerés nagyon sokat számít a mehán. Tehát ha én 0,8-al tekerem, akkor le tudom térdeltetni 2,6-ra. Hogyha másfél ohmmal használom, akkor 3 voltnál elfogy a gőzöm. Igen, tehát igen. Ott ezzel tudsz játszani. Szeretném elmondani, mert Charlie nem érti, hogy én nem az akkumulátor kimélés szempontjából vizsgáltam ezt a kérdést, hanem egy ideális, hanem olyan ideális helyzetet. Várjál. De mi szempontjából vizsgáltad, ha nem az akkumulátor kimélés szempontjából? Hát tovább gondoltam a kérdést, hogy mi a különbség a kettő között. Nyilvánvalóan egyébként, hogyha össze-vissza használod, akkor kímélőbb egy vagyok. Hagyjad, Fifika, ez egy ilyen programozó lehet, vagy mi. Tehát én pusztán egy olyan elméleti, ideális környezetet vázoltam föl. Fifika, elvesztettük, ahol... debug módba kapcsolt a srác, hagyjad. Sesszétek, Fifek. Jó van, maradjunk annyiban, hogy... amire te gondoltál, abban neked volt igazad, amiben meg én gondoltam, abban meg nekem volt igazam. Ez egy döntetlen. Vagy mint a... De amiben neked volt igazad, az senki nem, hogy hívják, senki nem kételkedett benne, hogy igazad van. Ne dumáljál. Fut a gyáva, mi? Miben egyáltalán volt az? Nem. Amiben volt viszont az? Nekem volt igazam, az váltig állítottad, hogy nincs igazam, aztán tessék, nem kellett bejelentkeznie a hold sötét oldaláról. Édes Istenem, hogy... mutassa, ha úgy gondoltam volna, hogy neked igazad lehet, akkor nem hívtam volna be Blackit. Mindegy, ez egy fel nem oldható ellentét lesz kettőnk között most már az idők végezetéig.
De ez gáz, hogy ide Hát kellett jó. hívni egy egész halálcsillagot, bazzak, hogy Négy igazságot csapjon között. és mégse tudott, érted? Kilőni a picsába mind a kettőt, mindegy, Bleki. Ezt azért mondja csak, hallgatsz minket, azért mondja kilőd csak mind a Mujó, kettőt. mert nem használ soha varivat, vagy varivolt eszközt. Hallgass majd vissza úgy is, amíg vágod, alkalmad lesz, de és akkor biztos végig megvilágosodsz, szoktam hogy ezeket igazam. hallgatni. Hogy vágsz, csak így adhok? Levágom az Kivágom elejét, meg picsába. levágom a végét. Ezt a felelős újságírásban úgy hívják, hogy cenzúrázatlanul közöljük az anyagot, én csak úgy hívom, hogy lusta vagyok. Aha. Hiszen 3:45 van, és még adásmenetet is kell írni. Mindegy, jó, abban maradunk, hogy 51%-ban nekem volt igazam, 49%-ban neked volt igazad. Nem lehet almát és körtét összehasonlítani. Jó, két akkor tök 70%-ban nekem volt igazam. De jó, maradjunk annyiban, hogy a kérdés felvetésre a válaszom jó volt. Igen, ez az így is. Akkumulátor szempontjából a teljesen irreleváns gondolatod pedig jó volt. Köszi. Nyugodtan térhetünk nyugovóra. 2:01:07 most. Yes. És nem beszéltünk még a sorozatokról, Krisztián. Mi lesz itt velünk? Isten. Hát lesz jövő hét is. Jó, annyit azért mondjunk az embereknek, hogy ne spoilerezzük majd jövő héten el a dolgot, hogy hozzák föl magukat Walking Deadben, hozzák föl magukat Százban, hozzák föl magukat Blacklistben. Miben még? Ezekben így, ezek most a forró témák. Jó. Jelenleg. Tudnék még mondani 15 másik sorozatot, de azokról nem szoktunk beszélgetni. Beszélgessünk akkor a hegedülésről. Ne beszélgessünk a hegedülésről, kimaradt egy heten itt az influenza miatt, teljesen vagyok est. Jó, akkor az 52. adásnak milyen címet adhatunk? Nekem az 52-ről óvatatlanul mindig egy paklikártya jut eszembe. Nekem meg az jut eszembe, hogy hála Istennek, múltkor sem mentél el a közönség találkozó. Ha pókerezni mentél volna a közönség találkozó helyett, akkor most nem lettél volna beteg? Látod, látod, na, látod. Akkor mi legyen a nagy hisztériás pókerparti az teljesen el is maradt. Úgyhogy sokkal nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Éljen a podcast találkozó. Jó, akkor mi legyen a címe? All in, vagy mi? Hát 52 lap van egy pakli kártyában, plusz a Joker. Plusz a Joker. Mi, akkor az legyen a címe? Plusz a Joker? Nekem nincs jobb ötletem. Oké, akkor... De Fifika valamit akart nyöszörögni. Nem, semmit nem akartam nyöszörögni, hanem én csak be akartam jelenteni, hogy... Innen üzenem Danger Cole-nak, hogy elkezdődött. Jó, én meg most arra gondoltam, nagyon hogy a titokzatos volt. Hogy a végén, igen. Mivel az én kezem van itt a megállító gombon, annyit mondanék, hogy akkor is nekem volt igazam, és lenyomnám. Legyen ez a címe, akkor is nekem volt. Ne, jó lesz ez a plusz a Joker. Felnőtt férfiak vagyunk. Vagy nem? Vagy nem. Nem baj, Charlie. Kis szerencsével jövő héten is igazad lehet. Tudod, már megint igazunk van. 9. Meg ezzel együtt 10. Jöttem itt befele a szobába, végig igazam volt. 11. Nem? De. 12. Jó, legyen akkor ez a plusz a Joker. Örülök, hogy itt voltatok. És nekünk mindannyiunknak igazunk volt. Sziasztok. Egy élmény volt. Egy igazi élmény volt. Sziasztok. Sziasztok!